Sziasztok! Ez itt a Filmvilágok podcastjének 29. adása. Az én nevem Baski Sándor, és itt van velem Huber Zoltán. Sziasztok! És van egy vendégünk, Huszár András. Sziasztok! És hát megint az történt, hogy szép sutyomban eltelt az évnek a fele, több mint a fele. Bizony. És hát ilyenkor toplistázni szoktunk, nem csak az év végén, aminek hát több előnye is van. Az egyik előnye szerintem az ilyen féléves toplistázásoknak az, hogy ilyenkor már nagyjából a tavalyi év összes filmje bekerült a magyar mozikba, legalábbis azok, amik fontosabbak, tehát gyakorlatilag tudjuk most zárni a tavalyi évet. Illetve hát közben volt egy Sundance, egy Berlinale, egy Cannes, úgyhogy tudunk a friss filmekből is szemlézni. Mármint tudnánk, hogyha láttuk volna ezeket. Zolival mi nem, viszont András szerencsére igen, úgyhogy ezért is örülök, hogy elfogadta a meghívást, mert hogy Károlyvariban elvileg látott csomó friss filmet. Tanulókat, azokat bezsákoltam ott. Úgyhogy ezért tudunk up-to-date-ek lenni. Köszönhetően Andrásnak. Bár ezek után ez egy zseniális trókolás lenne, hogyha kiderülne, hogy egyetlen olyan film sincs a listáján. Mind vacak, és csak az Oscar filmek. Igen, és akkor végén bemondanád, hogy aki kíváncsi a legjobb Károlyvari filmekre, akkor az a Vakfolt Podcast következő adásában meghallgathatja. Na, szóval a szabályok azok változatlanok tavaly óta, tehát a idei bemutatókat nézzük, illetve minden olyan filmet, aminek 2018-ban az IMDb-n a címe mögött, és 10-es listával készültünk, és hátulról haladunk előre, felváltva, és nem ismerjük egymás listáját, tehát egy meglepetések lehetnek. Kíváncsi várom például ezt is szabályszegés, ugye, ami volt egyszer-kétszer, hogy valaki becsempészett és soha. Minden kötelező szerintem szabályszegni, úgyhogy... Igen, csak egyik után már meglepetés erre elvész, tehát hogy most már várjuk, hogy legyen egy sorozat is a listában, majd kiderül, hogy lesz-e. Hát meglátjuk. Ki kezdi? Hát kezdte. De miért? Nem. Én most beszéltem, akkor most... Nem beszél. Akkor én kezdjem? Kezdjette. Na jó. Hát akkor én egy kicsit csaltam a listámmal, mert lehagytam róla az idei Oscar nagy favoritjait, mert azokról már úgyis sokat beszéltünk, úgyhogy próbáltam ilyen új, olyan filmeket, amiket így találgattam a neten. Tehát már meglátjátok, hogy miket, és akkor így fog kiderülni. Na jó, akkor a 10. helyre tettem a The Tale, a Történet című filmet, ami szerintem egy nagyon izgalmas hozzászólás a Me Too, vagy ez az zaklatási témához. Tulajdonképpen egy tévéfilmről van szó, szigorúan vett értelemben, ha jól tudom, mert ez egy HBO-s produkció. Tehát a Sundance-en betítették először, de ezt az HBO-ben. Igen, hát ez ugye most egy ilyen... Tehát akkor itt az első csalás magyarán. Igen, tehát már most csaltam rögtön. Viszont ez egy nagyon-nagyon erős film, nagyon erős színészekkel, és a rendezőnő, a Jennifer Fox nevű rendezőnőnek ez a saját története. Tehát ezt a saját gyerekkorában vele megesett dolgokról beszél. Most nem akarom itt előni, hogy mi történik, mert nagyon jól van felépítve a film. Tehát nagyon szépen adagolja az információkat, és szinte így behúz ebbe a elég nyomasztó történetbe, úgyhogy mindenkinek ajánlom. Abszolút aláírom. Nekem éppen lecsúszott a listámról, de szerintem csak, pont csak azért, mert hogy Karlo Jóarisok azok így előtérbe kerültek, de én is maximálisan ajánlom. És tényleg nagyon jó úgy nekiállni, hogy nem tudsz róla semmit, mert az első negyed órában is olyan lyukat játszik a nézői elvárásokkal, meg prekoncepciókkal, filmnyelvi játékokkal, baromi izgalmas film. És Laura Dern szerintem remek benne. Igen. Hogy aki szereti, annak külön. És hogyha nem tudtad volna, hogy ez egy tévéfilm, és úgy nézed meg, akkor összetévesztetted volna egy mozifilmet, tehát egy látványra... Nem, abszolút nincs tévéfilmes látvány, szerintem teljesen egy... Hát, vagy ez nem egy akciófilm, azt azért tegyük hozzá. Sőt, hiszen még egy picit talán azzal is játszik, hogy van bizonyos jeleneteknek a film elején kicsit ilyen családi mozi délutános képi világa, és aztán még azzal is játszik, tehát hogy szerintem ennyire tudatos a film, hogy a tévéfilmségével is egy picit így elkezd játszani, de abszolút nem olcsó hatású, csak nyilván nem a leglátványosabb. Igen, de szerintem abszolút de olyan ereje van az egésznek, hogy senkit nem fog zavarni. Igen. András, 9. vagy a 10. Már össze zavarod. Rögtön hagyom le a 10. Jó, szóval egyébként én is azt a stratégiát követtem, mint a Zoli, hogy az oszkáros filmeket most így hanyagoltam, mert azokról már rengeteget beszéltem én is máshol, meg ti is, meg egyáltalán. Meg Sanyi lehet, hogy most azért be fog majd dobni néhányat az adás közben. Bízunk benne. Úgyhogy egy 10. helyre vaciláltam egy horror, meg egy vígjáték között, és végül is azért a Game Night-ra esett a választásom, hogy annyira ritka a fasz a vígjáték. Tehát annyira ritka az, ami főleg manapság, amikor majdnem minden vígjáték megpróbálja alivizni a forgatókönyvet az improvizációkkal, és ehhez elég sok mindenkinek nincs elég tehetsége. És hogy itt van egy nagyon profin összerakott
forgatókönyv, tök jó dialógokkal, nagyon feszes dramaturgiával, az összes hibáját meg lehet így bocsátani, amiben aztán benne egy picit túlcsavarja a film a sztorit, ugye egy ilyen kicsit olyasmit kell elképzelni, mint a Game volt annak idején a játszma, Finchernek a filmje, csak inkább tehát jobban a vígjáték elemekre megy rá, de tök jó a szereposztás, ugye Jason Bateman meg a Rachel McAdams a főszereplők, de Jesse Plemons is iszonyú jót játszik benne, és itt erre is igaz máshogy, de igaz az, ami a The Tale-re, hogy így nem érdemes ellőni nagyon a fordulatokat. Elég annyit tudni róla, hogy egy ilyen társasjátékos este végé váratlan fordulatokat vesz, és tényleg tök jó poénok vannak benne, és nagyon üdítő volt látni, hogy így még él a vígjátékoknak ez a verziója is. Hát én annyira szerettem ezt a filmet, hogy én felraktam a 8. helyre a listámra. Nekem még beugrott a Game-en kívül, a játszmán kívül beugrott volt Bill Murray-nek egy filmje, ami ilyen elfeledett filmje, vagy annyira nem szokták emlegetni, az ember, aki túl... Imádom ezt a filmet. Túl keveset tudott. Ugye ez egy Hitchcock parafrázis, és az elképesztően vicces, és nekem néhol beugrott ez a vonal. A másik, amit akartam mondani, hogy a filmnek a látványvilága szerintem néhol egészen zseniális. Uh-huh. David Fincher idézi meg, ilyen nagyon fura, van egy autós üldözés, ami szerintem egészen zseniális. És üdítő, hogy vígjátékokban meg van egy, ezt tök jó, hogy mondod, ezt is fejtettem, van egy házbelsőben játszódó akciójelenet, ami ilyen olyan bonyolult koreográfiájú vágás nélküli tracking shotok vannak, ami tényleg bármelyik akciófilm megirigyelne. Ja, én is ezt akartam kiemelni, hogy a David Fincheres gimmick az, ami eladja ezt a filmet számomra legalábbis, mert hasonló vígjátékot azért már láttunk, de hogy egy vígjátékban teljesen komolyan veszik a képvilág megalkotását, Fincher filmet látnánk, és ugye nem csak a játszmát idézi meg, hanem a harcosok klubját is, egy konkrétan egy jelenettel, tehát hogy ez egy ilyen, az egész egy ilyen Fincher előtti tisztelgés, szerintem is zseniális, illetve kiemelni még Jason Bateman-t, aki mindig jó, a Jesse Plemons, aki zseniális, ugye ő az a Meth Damon a Breaking Bad-ben, de azóta láthattuk a csomó dologban. Igen, például a Fargo-ban is. A Fargo-ban, igen. Vagy a Black Mirror, legutóbbi évadában. De igen, rengeteg mellékszerepben tűnik fel az utóbbi időben, volt már Sundance-os főszerepe is, tehát így szerintem csak időkérdése, így Oscarig is eljusson. Úgyhogy ezt a filmet én is felírtam, a Futottak még listámra. Van egy Futottak még listámra? Igen, ez egy csalásom. De nem biztos, hogy elmondom. De csak a szépen hát most árultad el, Sanyi. De hogy mik vannak rajta? Ja, majd kilőjük. De akkor mondd, mi a 10. nálad? Nálam a 10. az a Skins, amit nyilván nem hallottatok még, mert hát hogy nem jutott el magyar moziba, Skins? És nem is fog. Skins. Spanyolul PLS, nem tudom, hogy ezt tudod, de mit jelent? Bőr. Oké, akkor ez többes számban. Logikus, igen. PL a bőr spanyolul, igen. Kolozsváról láttam a TIFF-en. Volt itt egy olyan szekció, hogy to be or not to be politically correct, abban a szekcióban szerepelt, és hát ez egy spanyol film, egy spanyol rendezőnek aztán az első filmje. Úgy tudnám leírni, hogy mint egy John Waters és Almodóvar csinált volna egy közös filmet, tehát ez a kettő világnak a meccés pontjában foglal helyet. Nagyon bizarr film, nagyon zavarbejtő, mert első nem tudod, hogy ez most mennyire komoly, mennyire nevet a rendező a szereplőim, vagy mi is itt a történet lényege. Több történetszál fut egymás mellett párhuzamosan, végén egyébként találkoznak, de az mindegy. És a mindegyik szereplőnek van valamilyen deformációja, vagy testi, vagy esetleg mentális, és vannak köztük olyanok, amik teljesen megszokottak, tehát van például egy szereplő, aki egy nő, aki törpe, nem tudom, hogy kell mondani PC-n, mélynövésű. Ő például egy tévésóban dolgozik, egy ilyen plüssállat személyesít meg, tehát föl kell menni egy kosztümöt, és plüssállatot játszik, akkor van egy férfi, akinek meg van égve az arca, és vannak egészen abszurd betegségek. Freak show jellegű. Igen, tehát ilyen kvázi freak show, tehát van egy nő, akinek a szája helyén van az ánusza, és hát a fenekén van a szája nyilvánvalóan. De ezt nem úgy játssza a rendező le, hogy nevessünk ezeken a figurákon, hanem hogy mintha ezek tényleg komolyan vehető, létező dolgok lennének, és hogy együtt érezzünk velük. Nem létező. Ez a része nem, de például van például egy srác, aki... Hogy a mély növésű nyilván létező, de hogy ez az ánuszos... De ez beleillik a filmbe, mert hogy olyan világot ezeket, teremt... Akkor keveri magyarul a... Keveri, igen. Tehát például van például egy srác, aki úgy érzi, hogy a lába nem hozzátartozik. Tehát, hogy valaki idegen láb van ott, és ő leszeretné vágni, és ez egy létező mentális idegentest. Idegentest érzés. Szóval ezek a különálló szálak minden arra futnak ki, hogy ezek az emberek teljesen olyanok, mint mi igazából, tehát teljesen normálisak, attól függetlenül, hogy a társadalomból kivetik, meg hogy megvetik őket, meg hogy fel kell dolgozik a saját másságukat, de igazából ők annyira nem mások, mint mi.
Csak ez az üzenet azért nem fulladt gicsbe, mert egész filmnek van ilyen nagyon ilyen camp hangulata, tehát ami hát ott van valahol a nevetségesség és a komolyan vehetőség határán. Például az egész képvilág olyan, hogy minden vagy rózsaszín, vagy lila. És egyszerűen nem lóg ki egyetlen momentum, se nem mondod azt, hogy ez már túl sok, ez már túl gusztustalan, hanem persze nyilván, hogyha megnézed a trailert, megnézed a plakátot, ami iszonyúan gusztustalan, akkor ezt nem fogod érteni, de a filmben ez mind helyére kerül. És nekem talán azért is került a listámra ez a film, mert én ugyanott a Kolozsváron láttam a Touch Me Not, azt mondom, a címe. Igen, az a berlini fődíjas. Igen, ami kicsit hasonló dolgokról szól, tehát ott is nem hétköznapi embereket látjuk, hogy megnyílnak a kamera előtt, a szexuális életükről beszélnek, csak nekem az a film nagyon modoros volt. Hihetetlenül modoros, hihetetlenül komolykodó. Ez a film ugyanazt tudja, csak nem komolykodó és nem modoros. Úgyhogy nálam ez a tizedik, nem tudom, bocsánat, most teszem be, hogy ez a Netflixen föl van, hogy aki akarja, meg tudja nézni. Ez meg egyszerű, akkor vezetem a kérdésen, hogy ez valaha eljuthat-e hozzánk. Nem, próbálom egyébként majd rövidebben, 9-es. A 9-es az Unseen című Steven Soderbergh film. Hát én megnéztem, hogy tébolyult névre fordított a nem hivatalos feliratozó ember, úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz a címe, nem találtam magyar premier dátumot egyelőre. Szóval Steven Soderberghnek egy iPhone-nal forgatott filmje, tehát ennek a filmnek az a truvája, hogy ez egy iPhone-nal készült. Ugye nem ez az első, tehát már volt ilyen. Viszont ez egy, hát én ezen is meglepődtem, hogy ez több helyen horrorként emlegetik, ez nem horror, ez egy thriller. Aha. Egy nőről szól, akit elmegyógyintézetbe zárnak akarata ellenére, és akkor hát ebből kicsakkozható, hogy miféle rémségek várnak rá. Maga a történet annyira nem extra, tehát aki már látta a Szállakakuk fészkére, meg az ilyen hasonló ilyen 90-es, meg ezeket a 90-es években divatos ilyen domestic thrillereket, az úgy nagyjából ki tudja sakkozni, hogy miről van szó, de azzal, hogy egy iPhone-nal van forgatva, és ugye Soderbergh azért szeret kísérletezni, meg hát nem egy kezdőrendező, tehát nagyon érdekes kontraszt van a képek minősége, tehát hogy itt egy iPhone-nal felvett képekről van szó, fura színvilággal, néhol egész sötét, de hogy ez ilyen zseniális snittek vannak, meg egész komplex kameramozgások, és az egész filmnek van egy ilyen fura, egyrészt egy ilyen filmsulis hangulata, tehát hogy hogyan plánoz, meg hogyan csinálj jelenteket, másrészt meg furán ez az iPhone-os képnek a valószerűsége, tehát hogy ilyen kicsit közvetlennek érzed, közben ez ugye egy film színészekkel, és ez az egész folyamatosan vibrál, úgyhogy aki szereti az ilyen érdekesebb, gyakorlatilag most nem kísérleti film, de hogy van egy ilyen kísérleti íze, azoknak mindenképp ajánlom, és egyébként a színésznő is nagyon jó benne, már miatt is megéri megnézni, a Claire Foy nevű, aki a Crown-ban játszott, és szerintem hát valószínűleg nagy jövő áll előtte, mert ebben a film is elképesztően jó. Ja, most ő lesz a Lisbeth Salandernek a következő reinkarnációja majd idén, abban a Pókos című filmben, aminek magyarultak más címe lesz. Kíváncsi, hogy hányszor lehet még ezt az iPhone-os gimmiket eladni, mert hogy ez nagyon sokadék, tehát a Park Chan-wook-nak azt hiszem 10 éve volt egy rövid film iPhone-nal, akkor ugye volt a Floyder Project. Tangerine. Igen, az is iPhone-nal volt fölve, tehát azért újnak ezt már nem mondanám. Nem, abszolút nem, meg hát ez végül is a found footage-nak egy ilyen folytatása gyakorlatilag, tehát most akkor iPhone-nal veszük fel, de mondom, itt azért nem csak arról van szó, tehát tényleg van egy ilyen fura képi világa a filmnek, ami nem csak ilyen öncélúan, hanem ezáltal emeli el a történetet. Tehát, hogyha simán felveszik, akkor ez egy abszolút felejthető filmet volna. Egyébként mindenkinek ajánlom, tényleg ezt nem tudom, hogy hozzá Magyarországra, de aki keres, ezt találva netem. András? Jó, van, nálam a 9. az egy olyan helyzés, ami könnyen el tudom képzelni, hogy még vissza fog ma térni nálatok, ez az Annihilation, a Netflixes, eredetileg nem Netflixes, de végül a Netflixre került Alex Garland film, ugye Jeff Vandermeernek az ilyen extreme weird science fictionjének az adaptációja. Expedíció a magyar verziónak a címe. És hát ugye ez volt az, aminél lehetett dühöngeni, hogy miért nem moziban láthatjuk, mert hogy ennek viszont bitangerős a látványvilága, és nagyon-nagyon nem csak a látványvilága, hanem a hangzásvilága is, tehát baromi fontos benne a zenének és a sound designnak a keveréke, ami szintén egy Dolby Surround-ban, moziban sokkal hatásosabb tud lenni, de még tévén nézve is abszolút átjött. Ugye ez egy öttagú női tudós csapatnak az akciójáról szól. Egyszer csak a földre leszállt egy olyan
valami, vagy történt valami, hogy egy térséget, valamilyen idegen, egy térségben ilyen szigetként idegen dolgok kezdtek el történni, és a térségnek a határa az így elkezdett terjeszkedni. És minden olyan kutatócsapat, akit beküldtek, legyenek tudósok vagy katonák azok, vagy nem tértek vissza, vagy visszatértek ugyan, de így valami nagyon nem stimmelt velük. És akkor ennek az új tudós csapatnak a Natalie Portman a vezetője, őket követjük a filmbe, és ilyen tényleg sikerült weirdre csinálni a filmet. Nyilván vannak előképei Tarkovszkitól kezdve, rengeteg olyan filmes előképet lehet említeni, akikből táplálkozik ez a film, de abszolút meg tudott teremteni számomra egy olyan környezetet, amiben meglepetések értek, hogy a biológia hogyan torzul el, és még pluszba így a szimbolizmus terén is tudott abszolút okosan kifejteni témákat, főleg az emberi önpusztításra, tehát az egyén és az emberi társadalom egészének az ilyen önpusztító tendenciáiról tudott mesélni ezekkel a szereplőkkel, és a vége az tényleg átmegy ilyen nagyon, nagyon jó LSD tripben, nagyon hatásos trükkökre. Kerülhetett volna előbbre is, egyszerűen csak voltak olyan filmek, amik most vagy frissebbek, vagy egyszerűen nagyobbat ütöttek nálam. Pici hiányérzetem van ennél a filmnél, nem igazán tudom megmagyarázni, hogy miért, de abszolút egy remek filmről van szó. Szerintem az a film, amit ha az ember moziba lát, akkor azért listán lehet, hogy följebb csúszik. Simán el tudom képzelni, igen. Igen, és sajnálhatjuk, hogy nem. Ja. Erről azt hiszem beszéltünk valamelyik podcastben. Igen, podcastben szóba került már. Ja. Nekem is a vége az, ami miatt, hát most elszpoilerezem, hogy fölkerült a listára. Aha. Főleg a vége miatt, mert hogy az a jelenet, amiről beszéltünk, az tényleg egy olyan jelenet, amit ritkán látni mainstream filmben, uh-huh. mert hogy nagyon nem lehet leírni, tehát teljesen ilyen performance. Igen, visszaadhatatlan. Tehát ez a 2001 Odyssey feeling, hogy van egy jelenet, amit narratív eszközökkel nem lehet visszaadni, leírni. Majdnem levont ebből az élménybe a filmnek a vége, ahol van egy ilyen kis csavar, ami nem tudom, hogy kellett, szerintetek? Nem, szerintem se. Tehát, ha esetleg terveznek egy folytatást, akkor esetleg meg lehet indokolni. De akkor is, ha folytatást tervezel, akkor be lehet, tehát ez nem kell hozzá szerintem. De valahogy túl banális volt az a fordulatnak a jellege ahhoz képest, ami előtte volt. Igen, azért valahogy nem passzolt hozzá. Ja. A következő film nálam a 9-es, ugye, ami szintén, ha jól emlékszem, beszéltünk róla, és én említettem, ez a Poro Roka című film, ami nem rémlik? Nem. Szerintem említettem. Lehet. Az idejükor látta, az egy román film. Aha. És hát nyilván román film, tehát a román új hullámba tartozik, olyan hasonló stílusban van elkészítve. Lehet, hogy van, akinek ez már unalmas, de én nem tudom megunni ezt a stílus. Ha jól csinálják, akkor ez még mindig működik. Ennek a filmnek is nagyon egyszerű a története. Egy apa, két gyerekes apa, vagy egy gyerekes. Ja, igen, ezt említettem. Igen, ez a játszóteres? Igen, a játszóteres, hogy a kettő gyerekben az egyiket azt elhagyja a játszóteren. Egy pillanatra nem figyel oda, és a gyerek eltűnik, és kétségbe esetten elkezdi keresni. És onnantól kezdve az egész film arról szól, hogy ő megpróbálja megtalálni a gyereket, mert ugye a rendőrség nem nagyon segít, illetve hát nem tudnak milyen nyomon elindulni. Ő pedig hát ilyen teóriákat állít föl, illetve visszanézi a fényképeket, amik ott készült, tehát van benne egy kis nagyítás feeling, és megpróbálja kitalálni, kik azok, akik nagyon gyanúsan viselkednek, vagy esetleg ők voltak azok, akik talán elrabolták, illetve nyilván elrabolták, mert különben hol tűnt volna a gyerek. És az egész film arról szól, hogy hogyan emészti föl gyakorlatilag saját magát, mert hogy egyrészt elveszett a gyereke, de ott van a bűntudat is, hogy az ő lelkén szárad, és szép lassan bekattan, és ez az a bekattanási folyamat, amit nagyon jól ábrázol a film, tehát hogy nem egyik pillanatra a másikra, hanem szép, csendesen, hétköznapi jeleneteket látunk, nagyon realistán, és akkor végre eljut oda, hogy tényleg kivetközik önmagából, ami azért félelmetes, mert azért lehetnénk mi is, tehát hogy ez megtörtént velünk is, és mi is átfordulunk a bűntudat és a gyász, kvázi a gyász miatt egy ilyen állapotba, és ezt nagyon hitelesen jeleníti meg, és bravúros eszközökkel, tehát van benne 10 perces beállítás például. Akkor ez egy kicsit a Szeretet nélkül. Nekem is ez jutott eszembe róla. Egy ilyen inverze, mert ugye pont arról van szó, hogy ott mindenki kb. Leszarja, hogy mi történt a... Hát illetve amikor eltűnik a gyerek, akkor már kezdenek aggódni. Hát igen, de azért nem viszik túlzásba. Tehát, igen. Na mindegy. Jó, igen, de egyébként pontosan az, igen, nagyon jól mondod. És ezt meg lehet valahol nézni? Nem tudod, magyar premier esetleg? Nem tudok róla, de szerintem van rá esély bejön. Ilyen cirkos film. Igen, cirkos nagyjából. Uh-huh. Igen, úgyhogy én bízom benne, hogy bejön hozzánk. És hát nem könnyű film, tehát hogy... Jó, hát ezért a, lassú is, a román új hullámot. Igen, tehát hogy ez nem egy akciódós film. Nem egy lassan telik benne az idő. Igen.
Jó, akkor Zoli, te jössz a Hát én a 8-as. nyolcadikra már kiestem, mert ugye én a Game Night. Aha. Tehát mondtam, de én most nem tudok mit hozzátenni, de tök jó film, tényleg. Jó, akkor megkérdezem, hogy nem, amikor listát állítasz össze, akkor nem szokott benne az enni, hogy oké, jó, tök jók ezek a könnyedebb filmek, de listára fajsúlyosabb dolgokat kell tenni. Mert nekem, lehet, hogy én ezért nem tettem fel a Game Night-ot. Hát nem, miért? Most azokat a filmeket tesszük fel, amiket szeretünk. Azért nincs már itt ilyen fasizmus, hogy a kultúra, a szemét, és akkor... Jó, oké. Majd meglátod, mit tettem az első helyre, és akkor... nem. Szép lenne, de... Nem, de például az Annihilation-t azt ilyen azon vaciláltam, hogy most azt tegyem ide, vagy a Game Night-ot, úgy voltam vele, hogy már találtam másik sci-fit, majd jön, és akkor legyen egy vígjáték, mert tök jó, amikor vannak jó vígjátékok. Én nagyon szeretem a vígjátékokat, csak sajnos... Ez nem a vígjátékok évtizede. Így van, majd maradunk ebben, igen. András, akkor a hányos? 8-as. 8-as, akkor ide beraktam az első Karl Olivariban látott filmet, ez egy Sundance-es film ráadásul, nem is kenni, ez a Support the Girls című film, ez Andrew Bujalski-nak a filmje, ugye ő az a indie rendező, aki mumblecore-osként kezdte, és aztán ilyen egész másfajta irányokat is vett, volt ez a Computer Chess című filmje pár évvel ezelőtt, ami ilyen kis sakkozós fekete-fehér dokumentumfilmszerűségnek indult, és aztán lett belőle egy ilyen már-már lincsi rémálom. Az is egy érdekes film, aztán csinált ennél populárisabb filmeket is. Most ez a Support the Girls is egy viszonylag populárisabb sztori, egy Hooters jellegű amerikai gyorsétteremben játszódik, más a neve, de igazából tök ugyanaz a lényege, hogy így a dekoltást előtérbe helyező pincérnők tesznek ki a... Gyakorlatilag tesznek ki a férfi vendégek szeme elé, és egy női üzletvezetője van ennek a franchise-on belül, annak az egy étteremnek, ahol játszódik a film. Igazából ennek a szereplőnek egy napját követjük többé-kevésbé végig, egy természetesen különösen vacak és nehéz napját. És szerintem tök érdekes volt az, hogy bemutatni, hogy mennyire egy emberen múlik az, hogy milyen munkakörnyezetet teremtesz magad körül. Tehát, hogy itt van egy ilyen tök lehetetlen helyzet, amit nem lehet nem szexista módon megoldani, és kitenni az alkalmazottaidat a férfi vendégeknek a taperolásának, vagy munkóbeszólásainak. De hogyha van valaki, aki mégis megpróbál olyan szabályokat hozni, meg olyan környezetet teremteni, ami élhető munkakörülményeket teremt, akkor nem csak bullshit lesz ez, amikor azt mondja, hogy ez olyan, mint egy család. Ami nyilván nem olyan, és ezt ő is tudja, hogy nem olyan, de mégis afelé tud közelíteni. És igazából ennek a feszültségét viszi végig a film egy csomó konfliktuson, ilyen kis epizódikus apró konfliktusokon keresztül, hogy miket kell megoldania. És közben egy abszolút feel-good filmről van szó, tehát van egy csomó tök szimpi szereplő benne, nagyon vicces jelenetek is vannak benne, aztán a vége felé így bemutatja azt, hogy mi történik akkor, hogyha nem egy ilyen üzletvezető vezet egy ilyen helyet, tehát hogy így gender témákkal is tök jól játszik a választott környezetével is, és közben nem egy ilyen házi feladat jellegű film, hanem abszolút szórakoztató, feszes, másfél órás cucc. Úgy jössz ki a moziból, hogy tök jól érzed magad, de közben így tényleg gondolatébresztő is. Úgyhogy ez nekem ez ilyen ideális indie film. De akkor fölmenti gyakorlatilag ezt a helyet, vagy ezt a közeget? Vagy... Nem, tehát pont ez az, hogy nem a helyet menti föl, mert aztán megismerjük a tulajdonost is, meg megismerjünk ilyen rivális franchise-okat, hanem egyszerűen az, hogy tehát ez inkább egy karaktertanulmány, hogy az az üzletvezető nő, tehát hogyan lehet szarból nem szart építeni, ha nem is várad, de nem szart építeni. Tehát igazából ezt járja körül, és nem ítélkezik, se az alkalmazottai fölött, se a férfi vendégek fölött, tehát igazából abszolút tényleg ítélkezés nélkül mesél erről a helyzetről, abszolút egy ilyen érdekes szituációról akar inkább beszélni, hogy mihez kezdesz akkor, hogyha olyan munkahelyen kell dolgoznod, aminek esetleg az elveivel nem értesz egyet, de mégis meg kell próbálnod valami olyat teremteni, hogy senki ne érezze magát szarul. Se a vendég, se az alkalmazottai, és ez mennyire baromi nehéz. Aha. És történik valami különleges nap során, vagy ez egy átlagos nap? Hát, tehát igazából én nagyon, tehát nem szállnak le ufók, tehát nem történik ilyen, vagy nem támad fegyveres rabló rájuk, tehát abszolút ilyen kiszerű, tehát az egy fő konfliktus az, hogy elment valamiért, ezt nem arról, hogy miért, de tönkrement a tévéadás, és ezért este lehet, hogy nem lehet meccset nézni, és akkor majd a vendégek lázadást fognak szítani ezért, és akkor ezt meg kell oldani. Tehát inkább ilyen apró cseppő hétköznapi gondokat kell megoldani, vannak magánéleti konfliktusok, stb.
tényleg kiszerű film ilyen szempontból, vagy szerény célkitűzésű film, de abszolút végig tudtam menni a szereplőkkel ezen. Aha. Nem tudom, hogy ez jön-e hozzánk, nekem azért vannak kétségeim, ezek a filmek akkor szoktak jönni, hogyha az Oscarra bekerülnek, erre valamennyi esélyt látok, nem túl sokat, de... Hát meg kb. Az egész Mumblecore mozgalom, ami kimaradt itthonról. Igen, tehát... igen. Mondjuk ennél biztos, hogy van valami, nagyon természetesek a párbeszédek, biztos van valamennyi improvizáció, de szerintem azért ez rendesenben föl van szkriptelve, mint ahogy egy Mumblecore film szokott lenni. Tehát ez egy ilyen szempontból azért egy mainstream-ebb alkotást kell elképzelni. Engem meggyőzte. Akkor éljövök a 8-assal, ami szinte egy ilyen kis film, ahogy veszük, tehát hogy semmi rendkívül nincs benne. Ezt is Kolozsváron láttam, ott az angol címe az volt, tehát gondolom máshol is, hogy Harris's, azaz Las Herederas, jól mondom, Zoli? Hát nem hiszem. De lépjünk tovább. De, ha megmutatod, hogy van leírva. Örökösök, örökös nők, nem? Aha. Gondolom azt Herederas, Las Herederas. Igen. Hát nem együk a spanyolba. Kezdjük. Akkor ezt a részt majd kivágjuk. Igen. Szóval, hogy ez egy nem spanyol film, hanem paraguayi film, úgyhogy... Jó. Ez már egzotikus. Igen. És ezt Berlin bemutatták be először, ahol díjat nem kapott maga a film, csak az egyik főszereplő, illetve az abszolút főszereplő megkapta a legjobb színésznőnek járó díjat. Elég speciális a téma, ha úgy vesszük, mert hogy két ilyen 60 körüli nő a főszereplője. Ők gazdag családból származnak, együtt élnek egy ilyen nagyon régi, de értékes ingatlanban. Gondolom, örökölték nyilván, a címből is ez derül ki. Viszont tehát nincsenek jó anyagi helyzetben, hogy kénytelenek eladogatni ezeket a tárgyakat, tehát benne van az egész sztoriban, ez a régi dicsőség szépen elmúlik. És közben hát kiderül, hogy ők szó szerint együtt élnek, tehát mint szeretőket, tehát gondolom, mint partnerek több évtizede. És akkor az egyiküket börtönbe zárják egy kisebb időre, egy csalás miatt, úgyhogy hát nyilván rákényszerülnek a trükközésre az anyagi helyzetük miatt. Szép sorban egyébként minden értékesebb tárgyat eladogatnak a lakásból, zongorát, stb. Amíg az egyikük bekerül a börtönbe, ő egyébként a harsányabb, a kicsit életre valóbb, addig a másik, aki visszahúzódóbb, csendesebb, ő kénytelen kitalálni valami pénzszerzési módot, és neki van egy autója, amit nagyon régen használt, de most újra beül, elfuvarozza az egyik barátnőjét valahova, és ő mondja neki, hogy van egy másik barátnő, akinek szintén szüksége egy ilyen alkalmi fuvarra. Ő is beajánlja valahova, és így gyakorlatilag ilyen taxissá válik szinte. És így szép lassan kinyílik, és megismerkedik egy szintén egy ismerős ismerős elé, egy fiatalabb nővel, egy 40-es körül lehet, és hát eléggé megkedveli őt. És jó, benne vagyunk a filmben egy 30-40 perc nyire kb., amikor kiderül, hogy itt azért többre van szó egyszerű barátságnál, és azért zseniális az a film szerintem, mert hogy ez nincs kimondva, nincs az a pillanat, amikor, amikor látszik, hogy megteszik ennek az idősebb nőnek ez a fiatalabb, hogy nem az szerelem első látása, hanem hogy az életben is történik sokszor, hogy fokozatosan észrevétlenül. Igen. És gyakorlatilag a nővel együtt szerezzük föl, hogy hoppá, itt valami érzelmek ébredtek, ami most nem mondom, hogy viszonzásra kerül-e vagy sem, de ettől a természetességtől zseniális az a film, illetve hogy szinte végig a színészekre fókuszál. Tehát semmilyen gimmick benne, csak a színészi teljesítmény, ami elviszi ezt a filmet, tehát nem véletlen, hogy megkapta az ezüst aranymedvét a színészi teljesítményre. A medvét megkapta. Az Annihilation-os medvét. És az egy első film, aminek azért látni a hiányosságait, illetve látni a rendezőnek a kezdő mi voltát, tehát hogy néha így túltolja. Például a házba játszó jeleneteknek a 70%-a iszonyatosan sötét. Tehát nyilván ezzel azt akarja jelképezni, hogy az egy ilyen haldokló közeg, hullik, esik szét. És kéne mauzóleum, és igen, akkor igen, tehát hogy értjük, hogy mit akar mondani, csak néha ez már egy befogadhatóság határás hullja, hogy nem látjuk, hogy mi történik. De ettől függetlenül ez egy nagyon szuper film, ami a téma jelenére is szerintem egy feel good film. Tehát amikor az ember kijön róla, akkor jól érzi magát. Tehát nem ilyen nagyon érfelvágos mély drámát kell képzelni. Nem, annak kérdése, hogy hát happy end az nem annyira van benne. Illetve hát ami miatt nekem ezt tetszett még, hogy láttunk, most nem mondom, hogy leszbikus történet, mert ez nem kifejezetten leszbikus történet, rá van címkéz, vagy na igen, akkor ez most egy ilyen. De mégiscsak egy ilyen jellegű történet, egy olyan főszereplővel, aki túl van, azt hiszem, a 60-on. Tehát, hogy ilyet nem látsz még egyet, mert ez nem divat. Tehát ki az, aki ezt megnézi, aki erre egyet vesz? Tehát nem éri meg egy ilyen filmet csinálni. Tehát, és ettől nagyon bátor vállalás ez. Pláne egy első filmes rendezőtől. Akkor a 7-essel tényleg. A 7-es, hát itt egy kicsit csaltam. Kezdődik.
Mert ez, hát igazából ez 2017-es film, de én most láttam, aha, és egy kicsit így eltűnt, szerintem nagyon kár, hogy eltűnt. Ez Richard Linklaternek a Last Flag Flying című filmje, ami nem tudom miért tűnt el, tehát én nem nagyon találkoztam így a neten vele, véletlenül bukkantam rá. Ez a film gyakorlatilag egy road movie, ahol három régi barát találkozik, csak a csavar benne az, hogy ez a három barát együtt volt Vietnámban, és azért találkoznak, mert az egyik férfinak a gyerekét kell eltemetni, aki Irakból, tehát Irakban, vagy bocsánat, Afganisztánban esett el. És az egész filmben van egy ilyen egészen elképesztő fura, hogy így egyszerre humoros, meg egyszerre dráma, és ez így nagyon, nagyon vibrál állandóan. Tehát ez egy ilyen, tényleg egy ilyen klasszik road movie, hogy ez uh-huh. a három haver utazik, és akkor így szivatják egymást, meg beszólogatnak, meg fejlézik az emlékeket. De az emlékekben is előjön egy ilyen fura szál, ami végül nem is derül ki, de hogy az egyik, hogy ott valami történt velük Vietnámban, ami traumatizálta uh-huh. őket. És akkor ugye szóba kerülnek nyilván a hazafisággal kapcsolatos dolgok, magával ezzel a katona léttel, meg egyáltalán hogy lehet egy háború túlélni, újrakezdeni, de hogy mindez egy ilyen humoros színezetet kap, és ami miatt nagyon jó ez a film szerintem, emellett, hogy ezt a Linklater ezt nagyon érzi általában ezeket a műfaj ilyen kis mismasokat, hogy három rendkívül jó színész tereszt össze, a Bryan Cranston-t, a Steve Carellt és a Lawrence Fishburne-t, és mindegyik nagyon izgalmas karakter. Úgyhogy ajánlom mindenkinek ezt a filmet, ez egy ilyen két órás, de nem egetrengetően új valami, de, mm-hmm. de ez nagyon izgalmas szerintem. Ez ugye ráadásul a 70-es évekből a Jack Nicholsonnak a The Last Detail című filmnek az ilyen kvázi folytatása már, mint hogy hát így annak az eredeti szolgáló könyvnek volt egy folytatás, ez az elvileg ez. Ez tök jó, hogy ezt mondod, mert hogy ezt úgy vártam ezt a filmet, aztán megnéztem az előzetest, és így valamiért úgy ítéltem meg, hogy ez nem az a film, amit nekem feltétlenül meg kell néznem, mert így nem... Igen. Pont az jött le nekem az előzetesből, hogy ez egy teljesen hétköznapi road movie, és hogy nem látom benne az eredetiséget, de a Linklater bennél jobban kéne bíznom valószínűleg. Én is megmondom őszintén, nagyon sokáig vaciláltam. Tehát, hogy így ez a film ott várt, hogy majd nézem, mindig így tologattam, mert úgy voltam vele, hogy hát igen, lehet, hogy akkor ez most egy ilyen, amit mondasz, hogy ez nem túl izgalmas, és egyszer így elkezdtem nézni, és tényleg az első pár jelenet már nagyon, ott már nagyon érzed ezt a fajta ilyen fura, hát ilyen keserédes, vagy nem is tudom, milyen a jó szó, meg elképesztően viszik a színészek, és hát már nagyon jók a dialógok benne, tehát szerintem próbálkozzatok meg vele, egy fél óra alatt el lehet dönteni, hogy most az nektek mennyire húz be. Már vissza is került a listámra, úgyhogy tök jó. Mennyire van benne a Linklaternek a stílusa? Hát, még ez a keserédes, ez pont jellemző rá. Igen, igen. Ez is benne van, meg maga ez a, ugye Linklater nagyon érzi ezt a, hogy itt most éppen egy ilyen szűk időtávban van, tehát pár nap esemény van összesűrítve, ezeket is ő nagyon szokta érezni. Hát vagy 10 éves. Igen, hát, tehát tudjuk, hogy az egyik irányba megy el, de vagy a másikban. De mindig az idővel játszik. De hogy mindig az idő, az nála valahogy ilyen központi kérdés. Meg ugye az, hogy ahogy a szereplőkhöz viszonyul, tehát egy ilyen viszonyul erős empátia van benne. Tehát ebből a szempontból ez egy Linklater film, de szerintem azért neki nincs ilyen vizuális stílusa, vagy ilyen, hogy így leülsz, és azt mondod, hogy jó, ez egy Linklater igen. film. Tehát hogy ez szerintem pont jó, tehát hogy általában ugye a történeteket dolgozza ki. Hetedik, ugye? Hetedik jön. Igen. A hetedik helyen az a Sztálin halála című film Armando Iannucci-tól. Ez az évvég játéka nálam. Én eleve imádom az Iannucci-nak a munkásságát, ugye ő tévéből indult, a brit tévéből volt a The Thick of It című brit politikai sorozata, aztán utána átvitte Amerikába a Veep-pel, hát ugye nem ugyanaz, de hogy hasonló politikai témával, az egy picit gyengében indult, de aztán az is iszonyatosan jó lett. Közben csinált egy In the Loop címmel egy filmet, ami a The Thick of It-nek a szereplőivel egy picit játszik, meg átdolgozza, de ott már az amerikai politikából is belekóstolt. A lényeg az, hogy mindig politikai szatírában dolgozik, de én borzasztóan maró humorral és tele szenzációs káromkodásokkal és profanitással, és mindig nagyon ostoba, nagyon tehetségtelen, idióta szereplőket rak be olyan hatalmi pozícióba, ahol lehető legtöbb kárt tudják okozni maguknak és mindenki másnak maguk körül. És most pedig ezt ülteti át a kommunizmus, sztálini kommunizmusba, konkrétan ugye, ahogy a címben is szerepel, Sztálin kinyifan a film elején, és az közvetlen utána lévő időszaknak a brutális hatalmi mahinációt és harcát öleli fel. Ez egy képregényen alapul egyébként, amit én nem ismerek, de biztos, tehát
100%, hogy ebbe az Iannucci rengeteg mindent belevitt saját maga, ha más nem a nyelvezetében. Én megvettem a képregényt, és elolvastam, és nem jó a képregény, tehát egy elképesztően sokat, megvannak a szituációk aha. benne, a film eleje van benne a képregényben, aha. A zenekar, meg az, hogy ott nem tudják, hogy mit kell csinálni a hullával, és ahogy hogyha olvasod a képregényt, így elképesztően kijön az, hogy mennyire beletette Iannucci, amit tud, és igen. hogy mennyire más az egésznek a hangulata. Igen, és totál abszurd egyébként az egész film már csak azért is, mert hogy amerikai színészek, többnyire amerikai, meg vagy inkább mondjuk mondom, hogy akkor angol száz színészek, mert vannak britek is, angol száz színészek játsszák ezeket az orosz karaktereket, a filmben angol száz beceneveken szólítják egymást, akcentus sem nagyon használnak, tehát igazából az egész teljesen szürreális és elidegenítő hatása van a filmben, és közben tehát, hogy lehet, hogy egy picit kevésbé vicces, mint a sorozatai, viszont sokkal sötétebb, és sokkal komorabb, és sokkal keményebb. Tehát, hogy nem játszik persze a sztálini diktatúrával és az ottani brutalitással, de ez a játék ez egy nagyon-nagyon sötét játék, és ez így, tehát ez megint csak az, hogy egy stúdiófilmben ezt valaki meglépi, az ahhoz tényleg tökösségkel, és a szereplőgárdája meg szenzációs. Tényleg mindenki nagyon jó benne. Én pont a Simon Russell Bill-t emelném ki, egy picit kevésbé ismert színész, nem annyira, mint mondjuk a Steve Buscemi, de a Barry-ját játsza, ha jól emlékszem, most lehet, hogy keverem, de azt mondom, a Barry-ját játsza a Russell Bill, és így minden Iannucci produkcióban, meg évadban, meg filmben van egy olyan jelenet, amikor az egyik szereplőnek van ilyen óriási nagy ilyen idegösszeomlása, amit helyből megnézhetünk, és ebben a filmben ő kapja ezt a jelenetet, és ez elképesztő. Nekem nem volt az a film olyan vicces, mint amit mondjuk elvárnék egy Iannucci produkciótól, aha. tehát hogy nem tudtam annyit nevetni rajta, lehet, hogy a téma miatt is. Tehát lehet, hogy ez inkább feszengős, mint vicces. Azért... Nekem pont ezért tetszett, amit mondasz, Sanyi, mert hogy ezen elvileg nem is kéne nevetni, de hogy mégis nevetsz rajta, és emiatt van egy ilyen fura, egészen sötét, és közben bizarr, és nekem az, tehát én gondolkoztam a film közben, hogy most nekem ezen szabad-e nevetni, vagy nem, és is arra jutottam, hogy csak így lehet ezekkel a szörnyűségekkel kell szembenézni. Meg ezekkel az elképesztően elborult diktatórikus, nem tudom, viszonyokkal, hogy így kineveted. Igen. Hát azon a vetítésen, ahol én voltam, mert sokat nem nevettek rajta. Érdekes lenne megnézni ezt, hogy fogadja a közönség mondjuk nálunk, meg mondjuk Angliában, ahol azért van fogalmuk arról, hogy mi volt ez a sztálinizmus, de nyilván közvetlen élményük annyira nincsen, meg mondjuk Amerikában, ahol még közvetett élményük sincsen róla. Én Kanadában láttam, aha. a Torontói Fesztiválon, és ott elképesztően nagy nevetés és ováció volt. Tehát ott ezt így szerintem nem úgy nézték, hogy ez a... Lehet, hogy más úgy nézni az ember, egy kicsit a történelmi sület jobban a saját bőrén érzi. Kicsit távolabb igen. volt igen. ettől, és ugye jöttek ezek a baromi jó komikus sok, és tényleg minden mozdulatom, minden egyes poénon így harsányan nevetgeltek. Meg valószínűleg nekik a sztori elemek is újak voltak. Tehát az, hogy igen. ezek az áskálódások, tehát én új dolgot igazából nem tudtam meg erről a korszakról, pedig nem vagyok szakértője ennek igen. a periódusnak, meg eleve nem vagyok, ástam bele magam. Mégis amik történtek, az azért a hiányos történelmi ismereteimből is tudtam, hogy mi történik, meg hogy ezek a fúrások, faragások ezek voltak, léteztek, de egy kanadainak ez én ott létezni. Utána, ahogy ugye jöttünk ki a teremből, ott mögöttem beszélgettek, csak így elcsíptem ilyen pár mondatot, nem akartam így hallgatózni, és ott arról beszélgettek, hogy ez a film a hatalom abszurditásáról szól, tehát mintha egy elemelt, metaforikus valamit néztek volna. Igen, tehát nekünk meg egy kicsit más, mert ugye mi ezt tanultuk történelemből, és egy kicsit igen. közelebb vagyunk a Kremlhöz, mint Toronto. Tehát, igen. Ja, akkor igen. mehetünk tovább, ugye? Aha, persze. Hát nálam a hetes az egy, hát eléggé mainstream film, az év legmainstream filmje. De egy listára feltetsz egy mainstream filmet, Sanyi? Hát ez volt a meglepetés, hogy te beszóltam neked emiatt, és most én. Most, az a csavar, twist. Igen. Ez pedig a bosszú állok végtelen háború. Kerülhetett volna, de más is. A Fekete Párduszszal volt a problémáim, de igazából az is tetszett, amiért a bosszúálló került fel ide. Már csak logisztikai okokból is, tehát az, hogy ennyi sztár össze tudtak fogni technikailag. Tehát a logisztikát. És le tudtak zárni 19 hány filmet, tehát baromi sok filmet, összefogni minden szállat. Tehát, hogy ennek a filmnek nem szabadott volna működnie, szét kellett volna esnie, és ahhoz képest nekem nagyon működött. Még úgy is, hogy ugye a vége az eléggé felülírja az egész filmet, illetve ha belegondolok, hogy mi fog történni a következőbe, de én azt mondtam hogy magamnak, hogy akkor én most értékelem egy külön álló filmként, és
legalább addig, amíg nem jön ki jövőre a folytatás, ami nyilván majd utólag is elcseszi ezt a sztorit, addig én ezt így, ezt a történetet egy egésznek veszem, különálló egésznek, ahol a végén hát a olyasmi történik, ami nem szokott a szuperhős filmekben történni. De az akciójáteket is ki voltam baromira békülve, tehát hogy nem tudok ebből a szempontból se belekötni, nyilván apróságokat tudnék, de fölülírta minden várakozásomat ez a film. Azzal együtt, hogy tudom, hogy ez a film is annak a bizonyítéka, hogy ugye a Marvel azt tényleg átveszi a világuralmat a Disneyvel együtt, és tényleg elbutulás, elhűlés, konzumkultúra, stb. De kell ilyen film is erre a listára, úgy éreztem. De nyugodtan vitatkozzatok. Hát már beszéltünk erről podcastben, én nem szerettem ezt a filmet, mert nekem így pont amiket te mondtál, hogy nem esik szét, szerintem szétesik. Én egy kicsit untam is néhol az akciójeleneteket, meg nekem egyszerűen ez már így túl sok. Tehát, hogy ennyi ember, így végig száguldozunk egy kicsit, mert lehet, hogy én a slow cinema híve vagyok, és bár a Crank felpörgött a című filmet, azt imádom, de hogy nekem ez tényleg egy kicsit... Ez csak csészenszetem hiányzott igen, neked ebből igen, a filmből. Tehát, és kifejezetten mérges voltam, hogy így merték lezárni, ami most nem az, tehát nyilván üzleti szempontból ez egy nagyon jó dolog, csak hogy na, kapják be, szóval. Hát nekem azért működött, mert én nem tudtam, hogy ez egy folytatás készít elő, tehát hogy azt hittem, hogy sokkal jobban meg fog állni különálló filmként. De én is gondolkoztam, hogy miért van az, hogy korábban aztán Marvel filmet nem tettem föl listára, most meg igen. Tényleg talán azért, mert hogy korábbiak azok eléggé szabálykövetőek voltak, tehát hogy le lehetett kottázni őket. Ez meg azzal, hogy ennyi szárt tesz bele, ez szárt. Vagy Freudi elszes, vagy Freudi félrehallás. Félrehallás. Tehát, hogy ennyi karaktert tesz be, tehát ez már művészet. Tehát, hogy meghaladja. Te ilyen logisztikai rajongó vagy. Nem csak értékelem a filmkészítésnek a technikai és gyakorlati oldalát is. Bár hogyha van ennyi pénzed, mint a Marvelnek, szerintem azért... Ez olyan, mint a végjáték készítés, hogy Tarkovszki vagy Tarbira felől nézve, azért egyszerűnek tűnik, hogy megnevetíti az embereket, hogy ott ez a legnehezebb, és szerintem ugyanez van ezzel a filmmel, vagy ezzel a műfajjal is, hogy olyan egyszerűnek tűnik egy ilyen nem tudom hány milliárdot termelő akciófilmet megcsinálni, és nem hát az. Nem az, ez biztos. És ezt ugye erről a DC tanúskodik, hogy nem az. Tehát ők is azt hitték, hogy ez olyan egyszerű, hát nem. Igen, pedig elvileg nekik vannak a jobb. Tehát bejáratottabb karakterek, vagy a nevesebb. Hát ezzel most lehet vitatkozni, de ne vigyük el jó, nem az irányba. Ez most nem egy Marvel versus DC adás, hál' Istennek. Igen. Hatodik, Zoli? A hatodik helyre egy sci-fit adtam, ahogy már beígértem. A The Endless. Nem találtam magyar címet hozzá egyelőre. Ez a Justin Benson és az Aaron Moorhead páros, akik a Resolution-t és a Spring csinálták, és a Springnek már ilyen kicsi kultusza is van. Igen. Én is nagyon bírtam azt a filmet. Titanicon volt, ha jól emlékszem. Igen. És a Resolution-t is nagyon szerettem, egy ilyen külön fura found footage horror volt. Ez az Endless gyakorlatilag tovább építi az életművet, tehát ez egy ilyen weird sci-fi thriller horror keverék, nem is tudom nagyon megmondani, hogy micsoda. A sztoriról csak annyit árulok el, hogy van egy testvérpár, akik kiszabadultak egy ilyen UFO hívő szektából, és elég szar életük van azóta, tehát itt nem nagyon találják a helyüket a társadalomban, így nem tudnak csajozni, meg nincs munkájuk, meg stb. És elhatározok, hogy így visszalátogatnak a szektába. És kiderül ott, hogy lehet, hogy mégis van benne valami, hogy itt ezek az emberek itt várnak valamit. Most ennél többet én nem mondok. Így vizuálisan is izgalmas a film. Hát ez egy ilyen low budget, tehát hogy nem lesznek benne hatalmas ilyen harmadik típusú találkozások, fényefektek meg hasonló, de maga az alapötlet, ami elviszi a filmet, és baromi izgalmas, ilyen igazi elgondolkodtató, hogy most mégis mi a franc történik, és bónuszként már most kijelentető, hogy ez a páros életművet épít, de nem akarom előni, hogy miért, de az a lényeg, hogy van kapcsolat a filmjeik között, és már emiatt is nagyon izgalmas, úgyhogy ők ilyen, mindig szerintem azon a határon vannak, hogy lehetnének sokkal híresebbek, de hogy valahogy ezek ilyen megmaradnak, ilyen kicsit ilyen, akik ezt a fajta sci-fit tudják értékelni, azok ezeket szeretik, de hogy nem törtek még egyelőre át így az igazán mainstreambe, de ahogy így mondom, ez a harmadik filmük, könnyen előfordulhat, hogy a következővel vagy azután átfognak, és akkor majd többen fogják ismerni ezt a párost. És ez most már el is érhető, ugye ez a film? Így van.
De nem mozdul. Nem hivatalos forrásból, de... Igen, nem tudom, hogy fenn van-e valamilyen Netflixen vagy ilyesmi, de elég könnyedén elérhető, hogyha valaki szeretné megnézni. Nekem meghozta a kedvem, úgyhogy felírtam a listára. Nem, szerintem tényleg, hogyha szeretitek, vagy hogyha szeretitek azt a Springet, vagy a Resolution-t. Egyiket sem. Akkor viszont ajánlom azokat a is. A Springet, az nekem tetszett. De akkor nyilván a Springet, vagy nem tudom, a legelsővel kell kezdeni. Nem, mert nem, tehát most csak van egy ilyen gimmick benne, hogy de nem értem. Nekem most a Split jutott eszembe, és a sebezhetetlen, hogy hasonló módon függhet nem, össze. Nem. Mindegy, most nem akarom előni. Mm. Egy plusz jelentést ad, de hogy nem történik semmi, hogyha nem. De akkor a Resolution-nál kezd, és hogyha azt tetszett, akkor ez gyakorlatilag egy hasonló. Na, András, hetedik? Hatodik, én. Bocsánat, igen. A hallgatók szerintem jobban követik, mint mi. A hatodik helyzetem az egy magyar film lesz, az a címe, hogy Egy nő fogságban, és ez egy dokumentumfilm, nem is nagyon mutatták be nálunk, szerintem valamilyen fesztiválon talán ment. Tuza Ritter Bernadettnek a filmje, és egy borzasztóan erős film, tehát itt tényleg kegyetlenül erős film. Egy ilyen véletlenszerű találkozás folytán a rendezőnő megismert egy olyan asszonyt, aki film első negyed órája, 20 percében kiderül, hogy gyakorlatilag ilyen házi rabszolgaként van tartva. Méghozzá azt nem pontosítják, hogy Magyarországon belül hol, de nem egy ilyen nagyon eldugott helyet kell elképzelni. Tehát, hogy kvázi ugye köztünk járnak idézőjelben, tehát, hogy abszolút így, mint hogy a szomszédban történne mindez. És sikerül elérnie, hogy ilyen hozzáférés kapjon ahhoz, hogy napi szinten látogathasson el abba a házba, ahol őt gyakorlatilag fogva tartják, és ugyan elengedik dolgozni, de a bankszámlája felett gyakorlatilag a gazdasszonya uralkodik, fizikailag is bántalmazza, lelkileg is, a családjától is gyakorlatilag elszakította, vagy elszakadt ennek következtében, tehát egy borzasztóan megterhelő és nehéz sorsot ismerünk meg a film első felében. Tényleg nagyon durva az, hogy meglátjuk ezt a nagyon ráncos idősnek tűnő asszonyt, és aztán kiderül, hogy mondjuk 20 évvel fiatalabb, mint amennyinek gondolná. Mm-hmm. Tehát egyértelműen látszik, hogy mennyire tönkreteszi őt ez a helyzet, és hogy mennyire, tehát hogy annyira természetes most már ez neki, hogy fel sem merül, hogy lehet máshogy. Mm-hmm. És ugye a film első felében az együtt, hogy borzasztóan nehéz volt ezt nézni, az motoszkált bennem egy idő után, hogy ez így erkölcsileg, ez így hogy működik ez a film, és hogy lehet ezt megcsinálni, hogy mi fog történni, hogy lehet őt majd így ott hagyni ebbe a helyzetbe, és mi a felelősség egy dokumentumfilm rendezőnek ebben a szituációban, és a film is pontosan tudja ezt, és a második felében teljesen más irányt vesz, mint ahogy gondolnánk ez a történet, és én tényleg egészen katartikus irányba mozdul el. Nagyon remélem, hogy ez tényleg elérhető lesz, ha máshol nem, majd tévébe leadják, vagy ahogy dokumentumfilmeknél szokás, hogy valahol fölkerül, mert így abszolút tényleg ilyen szocioportréként is borzasztóan erős így a napjaink társadalmának egy kis szegletéről, a csicskáztatásról. És egyáltalán ezt az embert ilyen közelről megismerni, ez így nagyon fontos, és nagyon, tényleg nagyon-nagyon hatásos film. Úgyhogy ez pont az a fajta film, hogy tök jó lenne, hogyha minél szélesebb közönséghez eljutna, de eleve baromi nehéz ezt úgymond eladni is, tehát nehéz lenne még, hogyha valaki be is vállalna egy forgalmazó, akkor is tök nehéz erre, ezt megérteni, nehéz erre embereket csábítani, én se úgy ültem be, hogy fú, de jó lesz ezt most megnézni. De hát ezeknek a filmeknek tud aztán nagyon nagy hatása lenni, hogyha így mégis hát meg ugye ezen, ez fesztiválokon megy, és díjakat is kaptál, ez a forgalmazási szempontból általában így. Sanderson volt? Jó. Igen, a szem oda is kikerült. Mondjuk tehát, ezekre hogy... úgy jó beülni, hogy nem tudsz róla semmit, és akkor ült egy nagyot, mint mondjuk a Looking for Sugar Man, aztán az volt a szín, nem tudom, láttál ezeket. Searching for Sugar Man. Igen, hogy... zseniális, én nem tudtam, hogy miről szól, hát, és nem hittem el, és utána keresgettem a neten, hogy úristen, nem van. Igen. Úgyhogy én már nyilván úgy fog jönni, hogy számítok erre a katalizisra. De hogyha jó film, akkor működni fog így is. Igen. Akkor én jövök a hatodikkal, ami a Kutyák szigete. Wes Andersontól, és talán arról is beszéltünk már valamelyik podcastben, nem emlékszem. Hát eltűzött Koziról, hogy ez Wes Anderson mondjuk legjobb három filmjében benne van-e, vagy nincsen, és simán lehet, hogy én sem soroltam volna föl ilyen magas helyre, hogyha nem érezném azt benne, amit a Tarantino aljas nyolcasában, hogy van egy rendező, akinek van egy nagyon zárt világa, ahogy ide-oda utalgat, hasonló figurákat szerepeltet minden filmjében, és akkor egyszer csak úgy dönt, hogy nyit az úgynevezett valóságra is, és beemel olyan dolgokat, amit a korábbi filmében nem, kicsit sötétebb dolgokat, és itt konkrétan a politikát emeli be, a Wes Anderson reagál arra a politikai klímára, ami
hát jellemzi most a világot. És ez szerintem baromi jól áll neki. Az is nagyon nagy ötlet volt, hogy az egész történetet Japánba viszi, ugye aki még nem látta, itt most kutyák szerepelnek, akik ők a főszereplők. És ez egy báb. Igen, nyilván báb film, mint a fantasztikus Roka úr. Igen. Tehát, hogy vannak ezek a kutyák, akiket Japánból a gonosz polgármesternek a kezdeményezésére deportálnak egy szigetre, mert hogy betegséget terjesztenek állítólag, tehát, hogy kirekesztik őket, és aztán a polgármesternek a fogadott fia, ugye? Nem a vér szerinti fia. Igen, úgy jönt, hogy segít nekik visszajutni. Illetve van egy külföldi cserediák, egy amerikai diák, aki szintén próbál segíteni, aki emiatt ugye idegen ügynöknek bélyegeznek, tehát csodás áthallások vannak. És hát nyilván soha nem fogom megtudni, hogyha nem lenne ez az aktualitás, akkor mennyire tetszett volna, mert hogy bele tudok kötni a filmet, tehát a harmad környék egy picit nekem leül, tehát ott az akció nem annyira izgalmas. De tehát összességében nagyon ütött a moziban. Pláne amikor a magyar közönség azokra a pontokon nevetett föl, ahol lehet, hogy külföldi közönség nem nevet föl. Neki sokkal ismerősebb az a szituáció. És emiatt is óriási élmény volt ezt a moziban látni. Igen. Én nagyon, nagyon hideg-meleg viszonyban vagyok a Wes Andersonnal, tehát van olyan film, amit nagyon szeretek, van olyan, amit alig bírok elviselni, és ez így abszolút a felső harmadban van. Tehát így nagyon kellemes meglepetés volt, nagyon élveztem. Tényleg abszolút működtek ezek a váratlan áthallások, és nagyon tetszik, hogy igazából már az előző filmében, a Grand Budapest Hotelben is így pedzegette az ilyen történelmi távlatokat, meg viszonyokat, sőt, ott ugye vissza is helyezte a múltba a sztorit, és nekem nagyon tetszik, hogy ebbe az irányba kalandozik most el, és ezt aztán egyébként ugyanúgy a saját kis stilizált diorámáiba helyezi bele, de tök jól működik. Én is abszolút egyetértek. Én sem vagyok egy ilyen hatalmas nagy Wes Anderson rajongó. Van pár film, amit nagyon-nagyon szeretek, van pár, amit nagyon untam, és nekem is egy ilyen nagyon kellemes meglepetés volt, tehát én azt hittem, hogy akkor most kapunk egy ilyen Róka úr 2-t, és ehhez képest tényleg ez, amit mondtok, hogy ez tényleg egy teljesen más irányba megy, és emiatt nagyon izgalmas, én is nagyon élveztem. Ötös helyezés? Az ötödik helyzet az a Thoroughbreds, vagyis Telivérek című film. Thoroughbreds? Most visszavághatnék az előbb spanyolos, de nem, igen. Szóval Thoroughbreds. Igen, igen. Jó, mondtam semmi. 70%. Jó. Szóval Telivérek. Szó szerinti fordítás. Azt hiszem, hogy még nem találtam erről se infót, hogy Magyarországon ez lesz-e. Szerintem egyébként nem. Ez egy bemutatkozó filmje a rendezőnek, és egy ilyen klasszikus indie film. Két lányról szól, akik ilyen, nem tudjuk, egy ilyen gazdag kertvárosban laknak, és ilyen egészen fura, gyakorlatilag korepetálják egymást, de ilyen egészen fura családi viszonyok vannak, és akkor kitalálják, hogy ők megölik a nevelő apjukat, vagy a nevelő apját az egyik lánynak, mert hogy egy csekkfej. És az egész filmnek van egyrészt egy ilyen amerikai szihós beütése, tehát ez a kiüresedett, tényleg ezek ilyen baromi gazdagok, és ilyen elképesztően kényelembe élnek. Van egy zseniás jelent, hogy a lány letesz egy csipszazaskót, és azonnal egy ilyen mexikói szolgáló nő így elpakolja, tehát ilyen finom kis apróságokkal jelzik, hogy tényleg a házak is olyanok, mint valami múzeumok. És másrészt meg van egy ilyen tini filmes vonal, tehát hogy ez két kamaszlány, akiknek ilyen egész fura a lelkivilága van, szóval nekem ezt is megidéztem meg Sofia Coppolának ezeket a nihilista filmjeit, amik így unatkoznak ezek a nagyon gazdag tinédzserek, szóval egy ilyen egészen különleges mix, és hát már lehet, hogy én is úgy vagyok ezzel, mint Móriczka, hogy mindenről az jut az eszembe, de nekem így nagyon a Trump érának ez a kapja be mindenki, aki nem tudom, tehát hogy így szarjunk le mindenkit és gázoljunk át mindenet, mert az nekünk jó. Vannak ilyen utalások a filmben, amit talán bele lehet látni. Már az a tínédzserek részéről? Tehát, hogy igen. Tehát, hogy ők így igazából teljesen önzőek, nem nagyon törődnek így másokkal, eszközként használják a többi embert, itt felbérelnek egy bérgyilkost, aki egy ilyen szerencsétlen srác, akit egyébként a Anton Jelcin, aki ugye nem rég halt meg. Ez azt hiszem talán az utolsó filmje, vagy egy utolsó szerepeinek egyik, és neki is ajánlották egyébként, az ő emléknek ajánlják a filmet, és nagyon jól játszik benne. És egyébként a két lány is ismerős lehet, az egyik az Anna Taylor. Joy, igen, a Witch-nek a főszereplője. Meg az előbb emlegetett a Split. Az igen, a Splitben is játszik, szerintem így nagy jövő előtt. A másik pedig az Olivia Cooke, aki a
most láthattunk a Ready Player One-ban. Uh-huh. Tehát két feltörekvő színésznő, és mondom, hogy ez az első film, de ilyen elképesztően erős formailag is, tehát nagyon szép lassú kameramozgások vannak benne, és az atmoszféra ábrázolása az, ezek a múzeumszerű ilyen gics határ, tehát ez az amerikai felső tízezernek ez a nekem gicses, de lehet, hogy ott az ilyen nagyon menőnek számít, ilyen neobarok, nem tudom, lakásbelsőkben ilyen labirintusszerűen mozgunk, és szerintem elképesztően izgalmas film. Annyira gondolom nem sötét, mint mondjuk a mennyei teremtmények. Mert nem, a sztoriról az jutott eszembe. Nem, ez inkább szatirikus, tehát vagy hát most mennyire szatirikus az amerikai szihó, tehát nekem ez nem sötét, tehát hogy ez inkább egy elemelt történet. Ez tényleg egy ilyen mai állapotrajz, bizonyos társadalmi réteg, lelki, nem tudom, mentális állapotáról szerintem ezt így lehet nyugodtan nézni. Tök jó, csupa olyan film van a listáddal, amik nekem így föl vannak írva, hogy valamikor meg akarom nézni. Ezt ajánlom tényleg, szerintem ez nagyon, főleg, hogyha szereted ezt az indie vonalat. Abszolút. Szerintem nagyon jó. Akkor ötös, András? Szuper, az ötös, ez most megint egy Karol Ivaris film lesz, ez a Burning, ugye, ami Cannes-ba is futott egy kört, bár nem akkora kört, mint amennyire a kritikusok szerették volna, mert ugye díj nélkül távozott onnan. Miközben ott ugye mindig mérik a francia kritikusoknak a pontszámai alapján, hogy így melyik filmnek a megítélése a legjobb, és hogy ez valamilyen, nem tudom, több éves rekordot döntően pozitív visszajelzéseket kapott mindenkitől. Uh-huh. Ez a Lee Shangdong nevű dél-koreai rendezőnek a filmje. Szerintem itthon nem nagyon ismertek az ő filmjei. Volt a Secret Sunshine, meg a Poetry így az elmúlt években, de így innen tekintve inkább így a másodvonalba tartozik a dél-koreai autőrrendezők közül, és ez tipikusan az a film, amiről tényleg nem érdemes szinte semmit elmondani megint csak, hogy az ember úgy jöjjön be, hogy így ne tudjon, hogy mire számítson. Az elején egy hosszú filmről van szó, 2,5 órás filmről, és egy kis viszonyos karakterdrámának tűnik a film elején. Van egy ilyen eléggé kicsit ilyen lassú felfogású, szerencsétlen, esetlen srác, aki véletlenül összetalálkozik egy régi és általános iskolai osztálytársnőjével, föl se ismeri először, a lány is kicsit ilyen butácskának tűnik, de nagyon szeretnivaló, rokonszenves, akkor köztük így elkezd valami így kialakulni. Aztán egyszer csak bejön a képbe egy harmadik srác, akit a Steve Yeun játszik a The Walking Deadből, aki egy magasabb társadalmi osztályba tartozó, egy elitebb figura, kicsit ilyen flegmább alak, kicsit ilyen furcsa alak is, és így az ő hármasuk ilyen kis keringőjével megy a film, és aztán egy idő után, ahogy a dél-koreai filmeknél szokás, ilyen érdekes stílus és hangulat és műfajváltások kezdenek történni, amikről tényleg nem érdemes előre beszélni, de abszolút olyan film, ami így végig így a végig tűkön tart éget, tehát hogy így végig nem tudod, hogy mire számíthatsz, folyamatos ilyen fordulatokon kell tovább gördülnöd, és végig lebeket egy ilyen baromi érdekes rejtélyt, feszültséget, megfejtetetlenséget, ami arra invitál, hogy tényleg ilyen baromi nagy agymunkát kell kifejteni ahhoz, hogy... Tehát ez rossz, tehát nem kell, hanem érdemes kifejteni ahhoz, hogy kövesd a történetet, és így ilyen jó kis puzzle film is egyben, meg jó karakterfilm is egyben, hangulatfilm is egyben, nagyon-nagyon jól össze van rakva. Iszonyú jó mind a három szereplőnek az alakítása. Tényleg, hogyha nem lenne az Oscarnál ilyen idegen nyelvű film gettó, akkor simán be lehetne mind a hármójukat rakni valamelyik színészi fő kategóriába. És de ennél többet tényleg most már nem akarok beszélni róla, mert a végén kicsúszik a számon valami, aminek nem kéne, és ezt érdemes azért is várni, mert ősszel, ha jól tudom, ezt behozzák nálunk is mozikba, tehát meg lehet majd nézni, és tényleg mindenkinek abszolút csak ajánlani tudom, mert egy nagyon, nagyon meglepetésekkel teli film. Akkor hozzá a szokásos dél-koreai minőségnek a abszolút, felső. Abszolút, teljes mértékben. Én várom. Mondom, a mozikba szinkronizálva lesz. De biztos. Ez egy másik téma lenne meg. Igen. Nálam az ötös az a Phantom Cell, ami Paul Thomas Anderson filmje, és hát nyilván aki akart, az már megnézte, úgyhogy nem fogom elmesélni, hogy miről szól. Hogy miért van a listámon? Hát lehet, hogyha mondjuk ki kell menni a moziból valami, mert mondjuk bombariadó van a nem tudom, 60 perc táján, akkor nincs rajta a listán. Tehát ez a film, aminek a vége ad értelmet. Tehát amikor helyére kerül, és az ember így érti, hogy oké, miért akarta ezt a Paul Thomas Anderson elmesélni ezt a történetet,
miről szól pontosan, és akkor baromi jól tovább lehet gondolni, lehet róla vitatkozni, ugye nemi szerepek kapcsolatban, igen, a különféle társadalmi elvárások, meg lehet vitatni, hogy akkor most melyik félnek idézőjelben volt igaza, mert hogy nem erről szól, de hogy baromi érdekes, ugye, és esztétikai szempontból is, ahogy hogy fölépíti ezt a világot, zseniális. Tehát, hogy én szeretem Paul Thomas Anderson filmét, és azt bírom benne, hogy mindig meg tud lepni. Tehát, hogy mindig fölvesz egy új stílust, egy új történelmi periódust, és nincs kér egyforma film igazából. Igen, ráadásul ugye az előző filmje a beépített hiba volt, ami egy ilyen 70-es években Los Angeles-i ilyen trip, tényleg ilyen lila, nem tudom, neon színű, és akkor most átmentünk egy ilyen hideg klasszicista, ahol, igen. És én egyébként meg kiemelném a filmzenét, szerintem az is egészen zseniális. Igen, aki ugye a Radiohead-es Johnny Greenwood. Igen. Tehát akitől szintén nem várnék egy ilyen zenét. Igen. Abszolút imádom ezt a filmet, tényleg így nagyon beszippantott, és abszolút. Ja. Igen. Hát én, hogyha nem csaltam volna a listámmal, itt lett volna. Tehát... Ugye ez, de tú. Hát nyilván Daniel Day-Lewis zseniális, akinek elvileg ez az utolsó filmje, de hát várjuk ki. Igen. Ja. De hogy meg tudta csinálni azt a Paul Thomas Anderson, hogy egy méltó színésztársat talált hozzá. Tehát ez a Vicky Krieps, akiről nem hallottam soha korábban, teljesen egyenrangú fölnő a feladathoz. Igen, ez igaz. Zoli, négyes, mi lesz? Hát akkor itt most kiesek megint a játékból, mert a Stalin halálát tettem ide, már elmondtunk róla mindent. Én csak annyit még, hogy kétszer láttam moziba, hogy egyszer a fesztiválon, meg egyszer itthon elmentem megnézni. Úgyhogy és itthon kevesebbet nevettek, ugye? Itthon kevesebbet nevettek. Beigazolott az elméletem. Így van, de lehet, hogy csak azért, mert kevesebben voltak, mert Urániában láttam ilyen... Jó, mondjuk tegyük hozzá, hogy a fesztivál közösség. Fesztivál hangulat az azért igen, elő. Igen, meg hát ezek újságírók ott is, azok így könnyen élnek, meg nem tudom, tehát ugye... Könnyen nevetgélnek, igen. Akkor András, te jössz. Negyedik, ugye? Negyedik helyezett, akkor most én tolom meg egy kicsit a Marvel szekerét, de nem a Végtelen háborúval, mert én nagyon nem szerettem azt a filmet, cserébe a Fekete Párduzot viszont imádtam. Tehát az így szerintem nálam az első a Marvel filmek közül eddig, mármint a Marvel univerzum filmográfiájából. Eleve nagyon vártam, tehát azért nagyon okosan föl volt építve a reklámkampány, baromi hatásos előzetesekkel volt megtolva, tök jó szereposztással. Tehát Ryan Coogler, aki a Creed-del engem évtizedekre megvett előre, hogy én tényleg mindenre el fogok menni, amit ő csinál. És így nagyon nagy bizalommal voltam iránt, tehát azért bennem volt az, hogy jó, ott volt a Taika Waititi, aki csinált egy tök fun filmet, de azért nem kaptam tőle annyit, mint szerettem volna, hogy mi van, hogyha megint inkább így a Marvelnek a gépezett oldala fog előtérbe kerülni, és engem az ott maximálisan meggyőzött ez a film. Nyilván, ahogy te is mondtad, a Végtelen háborúnál itt is bele lehetne kötni pár dologba, a utolsó felvonás megint picit gyengébb, mint általában szokott lenni, de egyszerűen annyira élő és vibráló volt az egész film, és a kosztümöktől a zenén keresztül a díszletekig minden egy annyira plasztikus világot kialakított, hogy belőlem visszahozta azt, ami nekem a legjobb blockbusterekre jellemző mindig, hogy beülök, és akkor tényleg transportálódok egy olyan világba, ahol utána így beleképzelem magam, és elképzelem, hogy így milyen tök jó lenne ott kalandozni, és még hiányzott is, hogy nem mutatott még többet ebből a világból. Tehát és ez azért nagy szó szerintem egy Marvel filmtől, hogy így nem csak egy zárt kis univerzumot mutatott meg, hanem kíváncsivá tett, hogy így bebarangoljam ezt a környezetet. Igazából nekem a sztori is klappolt, az ilyen Shakespeare-i királydrámás vonulat is működött számomra, a főgonosz is tök jó volt benne. Mondom, nálam ez tehát most nálam ez az ilyen platoni ideája a Marvel filmeknek, ami lehetne még ennél följebb is jóval, tehát nem 10/10-es filmről van szó, de most egyelőre úgy érzem, hogy ez a legteteje, amit el lehet érni, és remélem, hogy még azért lesz, megcáfolnak majd később. Hát erről már beszéltünk szinte erről a filmről, egyikünknek se tetszett ennyire, mert hogy azt a sztoriba is bele lehet kötni, illetve nekem az volt a legnagyobb kifogásom, hogy azért, hogyha levántjuk ezt a külsőséget, meg hogy hol játszódik, meg hogy milyen történelmi jelentősége vannak, hogy első fekete szuperhős, akkor csak a sztori magát nézzük, az annyira nem különbözik a szokásos Marvel forgatókönyvtől. Igen, csak hogy ez nekem ez nem külsőség, hanem ez maga a film. Tehát, hogy nekem ez annyira önmagában működik, és nem csak egy máz, amit föl tettek a generikus Marvel sztorira, hanem ez maga a film, és ennek a kulturális szövedéke és társadalmi hatásai, és ahogy ezeket bemutatja, nekem ez tehát ez működik önmagában, és ettől jó, és
erre csak egy plusz dolog a maga a cselekmény, ami nyilván nem a legforradalmibb, ez teljesen egyértelmű, hogy ez egy standard sztoriról van szó. Ja. Hát amiben mindenképp egyetértek, úgyhogy emeljük ki pozitívumokat, hogy tényleg a főgonosz tényleg nagyon jó, tehát hogy az ő motivációja kíván rendesen találva. Igen, meg a másik, aminek én örültem, hogy most végre nem az univerzum léte forgott kockán, mert nekem már azért baromi unalmas, hogy állandóan el akar pusztulni az univerzum, hanem itt tényleg egy ilyen, hát gyakorlatilag egy ilyen királydráma bontakozott ki. És igen, tehát ez a rész szerintem teljesen oké volt. Nekem maga az a világ, amit mondasz, ez nem, valahogy nem szippantott be. Értem. Kicsit néha így ledobált. Nekem olyan volt, mint egy ilyen néprajzi múzeumban járni, vagy egy skanzenbe. Nekem az jutott eszembe a filmet, és most nyilván ez egy ilyen fura gondolat, de hogy ez a Afrika, ahogy elképzel egy amerikai, aki még nem járt Afrikában. Ez ilyen kicsit ilyen áromantika, de most ezzel nem, nyilván lehet vitatkozni. Persze, az biztos, hogy meg ez benne is olyan. Hát nyilván egyikünk se ismeri. Igen, tehát hogy ezért fura gondolat ez, mert én se ismerem. Csak az ugrott be, hogy ilyen lenne, hogyha Magyarországon csinálnának ilyen matyóhímzéses kalocsai ruhába öltözött menyecskékkel, nem tudom, egy ilyen falut. Tehát, hogy én ezt így fordítottam le magamnak, és lehet, hogy ez nem igaz. De... Csak hát ugye Wakanda eleve, most nem akarom én se elvinni nagyon az adást, csak hogy az annyira egy futurisztikus vágybeteljesítő világ, és aztán annak aztán bemutatja a hátoldalait is. Igen. De én is élveztem a filmet, most nem akarom itt leszólni. Világos. Ez a jobb Marvel filmek top krémében benne van szerintem is. Szuper. Hát erről lehet egy külön adás, de szerintem lépjünk tovább, mert szerintem megy az idő. Jó. Nálam a negyedik helyzet, vagy ötödik jön? Nem, négy. Negyedik. Négy. Szinte a Titanicon láttam, az a címe, hogy Aszfixia, eredeti címe Kafegi, ez egy iráni film, tehát perzsául nem tudok, úgyhogy fogalmam sincs. Jó, hát most lehet elhisszük, hogy így kell kérteni. Ez egy fekete-fehér film, ami eléggé ilyen noir-szerű. Többek között ezért is szippantott be, hogy egy nagyon-nagyon erős stílusa van. Arról szól, hogy van egy város, amiről nem tudjuk meg, hogy pontosan, hogy hol van. Nem is sokat látunk belőle, mert tényleg úgy van fényképezve, hogy kevés helyszínt látunk. Amit látunk, az is sötét. Tehát van egy ilyen klausztrofób hatása, ilyen noir thrilleres hangulata. Eleve, ahogy kezdődik egy ilyen flash forwarddal, az is nekem a klasszikus noárokat, thrillereket ütött eszembe. Tehát olyan ez a film, mint hogyha mondjuk 30-40-50 éve ez forgott volna. És maga a történet barom izgalmas. Van egy nővér, aki kórházban dolgozik, hol máshol. Meglepő. Igen, meglepő módon. Mert nem tudjuk, milyen nővér, tehát lehetne apáca is. Igen. Jogos, igen. Bár iszlám apáca, nem tudom, hogy van-e. Biztos van. De mindegy. És hogy beszállítanak egy nőt, ez egy ilyen pszichiátriai jellegű részleg, ahol ő dolgozik, beszállítanak egy nőt, a férje behozza, a nő teljesen ilyen kataton állapotban nem hajlandó megszólalni, de amikor kettesben vannak, akkor elmondja neki, hogy igazából csak tetteti, hogy őrült, mert hogy a férjétől retteg, hogy ő bántalmazza, és hát nyilván ez a nővér meg akarja védeni ezt a nőt, megpróbálja kinyomozni, hogy emögött mi van, a férje meg azt állítja, hogy ebből semmi nem igaz, de előtt a feleség figyelmeztető, hogy ez fog majd történni, hogy vigyázzon rá. És ugye itt van egy ilyen dráma, hogy most akkor kimond igazat a kettő közül. Aztán közben elindul egy másik szál, mert megismerjük ezt a nővért, hogy milyen helyzetben kénytelen élni. Röviden, baromi szegény, és már azon gondolkozik, hogy kitartottja legyen egy idősebb férfinak. A barátnője javasolja, hogy ismerkedjen össze ezzel a elég ilyen gusztustalan külsejű, ilyen a 60-as csávóval. Nyilván azért, hogy összeásodnak, és utána majd egyszer az övé lesz a vagyona. Tehát ez baromi jól mutatja a kiszolgáltatottságát a nőknek, hogy kénytelenek egy ilyen dologba belemenni, csak azért, hogy megéljenek. És közben a férjel egyre jobban összeismerkedik, és hát jön egy kis csavar, hogy a férj fölveti neki, hogy akkor legyen te a felségem. És egy óriási dilemma, hogy közben nem tudja még 100%-osan, hogy a férj ártatlan-e, de közben itt a lehetőség, hogy a férjüként gazdag. Hogy kijöjjön ebből a csapdahelyzetből, hogy neki egy idős, gusztustalan férfihez kéne hozzámennie, és itt van ez a másik csáva, aki hát eléggé creepy, de viszont amúgy baromi jóképű, és gazdag, és fiatal. És itt ez a dilemma, hogy most elárulja a nőt, aki ott fekszik a kórházba, és nem tudja, hogy akkor most mi az igaz az ő történetéből. Szóval ez egy baromi erős thriller, szóval dráma thriller, de inkább ilyen thrillerként van forgatva. És hát elég erősen, tehát ez is egy ilyen MeToo film, ha úgy veszük, csak ugye ez olyan környezetben játszódik, ahol ők ténylegesen el vannak, mert ténylegesen másodrendű állampolgárok, és ettől is barom izgalmas ettől a plusz rétektől.
És hát a utolsó pillanatig képes meglepni a nézőt, tehát ezt nagyon ajánlom. Hogy hol lehet hozzáférni, azt nem tudom sajnos. Aki nem látta a Titanic, az most írja fel és figyelje különféle elérhetőségeket, mert ez nagyon izgalmas film. Az aktuális téma, tehát lehet, hogy akkor így majd fut egy kört még. Hát nagyon jó lenne. Fesztiválokon esetleg, és akkor már elérhető is lesz talán. Igen, és a baromi jó színészi alakítás van, tehát a csávó, a férj, hihetetlen az az ember, mennyire ijesztő tud lenni. Tehát semmilyen ijesztő dolgot nem csinált, ahogy néz, hát az a kíméletség, az a hűvösség, az az arrogancia. És egyébként lehet egy olyan olvasatban nézni ezt a filmet, hogy ugye a szokásos noirban ugye mindig van egy fennfatál, aki elcsavarja a főszereplő fejét, és teljesen így romlásba viszi. Itt gyakorlatilag a férfi a fennfatál, tehát van egy ilyen csavar benne az egészben. Igen. Akkor a harmadik helyre tettem, erről már beszéltünk külön podcastben, a You Were Never Really Here. Sosem voltál itt, vagy ott? Ott. Sosem voltál ott. Című film. Igen, tehát most nem akarom itt. Ezt... akkor pont is a fordítás. Nem akarom túlragozni, mert erről már beszéltünk. Ez egy baromi erős filmélmény volt, és amikor gondolkozom, hogy miket tegyek az a lista elejére. Akkor... Filmélmény vagy mozélmény? Hát én sajnos nem moziba láttam, hanem otthon láttam. Valószínűleg, hogyha moziba láttam, akkor lehet, hogy még előrébb teszem, de hát ez már soha nem fog kiderülni. Úgyhogy, de tudom, Sanyi, te mondtad, hogy moziba láttad, és hogy ott még erőteljesebb volt a filmzenének a hatása. Például annak is. Szokás szerint Johnny Greenwood. Igen. Igen, visszatérő vendégünk. Meg ugye Joaquin Phoenix, Fitch Phoenix. Phoenix, nem? Phoenix, mindegy. Ő is elképesztően jó. Igen, és hogyha akit érdekel a film, az a külön podcastünket hallgassa meg. Terekám helye. Árukapcsolás mi? Jó. András, harmadik hely, ugye? A harmadik hely. Akkor most én is egy titanikus filmet fogok behozni, ez a The Rider, a magyar keresésben a Rodeos címet kapta, Sundance-es film, tehát megint azért a Sundance-es indik között mindig találok magamnak néhány nagyon jót, és lovas film, tehát hogyha már volt szó a Teli vérekről, akkor ebben ez még lovasabb, még annál is lovasabb filmről van szó. Ez a Chloe Zhao nevű rendezőnőnek a második játékfilmje, és ilyen érdekes, tehát idén érdekes, hogy milyen sok az ilyen dokumentumfilm és játékfilm közti határokat elmosó, mint amilyen a The Tale is volt, amiről korábban beszéltünk. Ez is én csak a másik irányból, tehát a film végén a stáblistán derül ki, hogy igazából a szereplők egy része, ha nem is saját magát játszotta, de saját magának valamilyen félig fikcionált verzióját alakította, és egy Amerika szívében, egy rezervátumban játszódó film, egy fiatal rodeós srácnak a története, aki úgy kezdjük a filmet, hogy a tükör előtt a koponyasérülésén cseréli ki a kötést. És hogy az orvosok megmondják neki, hogy nem versenyezhet többet, mert életveszélyes, amit csinál, és így kiderül, hogy gyakorlatilag ez a rodeós élet, ez így körülbelül olyan, mint az amerikai foci, hogy annyi agyrázkódás szenvedsz, hogy egy idő után ilyen akár mozgásképtelen állapotba is kerülhetsz. És ez ennek a srácnak a története a film, hogy ő hogyan szembesül azzal, hogy ami az ő teljes élete volt, mert gyerek, tehát nem tudom, 3 évesen már lovon ült, nyerekben ült. Tehát az egész élete erről szólt. Egyedül akkor érzi magát szó szerint nyerekben, meg nyugalomban, amikor egy lovon ül, vagy amikor a rodeón versenyez, és eleve egy olyan, hát valami azért eléggé mély szegény környezetben él, ahonnan nagyon kitörési lehetőség sincsen, tehát nem egy nagyvárosról van szó, mindenki ezt csinálja abban a kisvárosban, egy másik opció, hogy elmegy a helyi közértbe árufeltöltőnek, és hogy akkor hogyan birkozik meg azzal a kérdéssel, hogy itt amiről az élete szól, azt esetleg nem tudja tovább csinálni. És egy nagyon-nagyon érzékeny filmről van szó, nagyon lírai filmről, tehát sötét témája, de közben borzasztóan szép is, és az egész nagyon érdekesen áll hozzá az egész ilyen amerikai vagy nyugati romantikához. Ugye, ahogy elképzeljük a fejünkben, meg az amerikai filmek is így romantizálják a westernekben a prérit. És osztozik is ebben a film, tehát a legszebb jelenetek, legszebb ilyen tracking shotok azok, amikor lovagol a főszereplő, és én tényleg elképesztő totálokban, gyönyörű naplementékben. Tényleg átérezzük azt, hogy mit jelent ez az ő számára, de közben bemutatja azt, hogy milyen elvárásokkal szembesítik mondjuk a kollégái, vagy az apja, hogy mit jelent ugye férfinak lenni ebben a világban, meg hogy mutathat egy gyengességet egyáltalán. Tényleg nagyon-nagyon érzékeny, és nagyon megható film, és nagyon szép, és aztán a végén csak egy plusz
adalék, amikor rájössz, hogy itt gyakorlatilag amatőröket láttál a film nagy részében, és hogy ezek nagyon is valós dolgok. Úgyhogy nem hiszem, hogy ez bejön, tehát szerintem ezt már kihirdette volna valamelyik forgalmazó, hogyha megvette volna a Titanicot, előbb fog kijönni valamilyen letölthető verzióban. Hát most én úgy jártam, mint te, mert nekem az ott csücsül a gépem. Ja, akkor már el is érhető. Már kifizetted. Igen, már kifizettem. Sajnos nem volt időm megnézni, ez ja. Ilyen következő nézni való mém egyike, úgyhogy de most már maximálisan meggyőztem. Na, hát akkor ügyesebb vagy, mint én, mert én nem találtam. Én is kerestem. Hát majd megbeszéljük ezt adásra. És a hallgatók képzeletére bízzuk. Igen. Hát nálam a harmadik helyzet az már volt, úgyhogy ezen túl legyen gyorsan, az Expedition Annihilation. Uh-huh. Nem tudok hozzátenni újat, tehát hogy amikor visszagondoltam erre a listára, illetve, hogy állítanám össze, akkor mindig azok a filmek kerülnek be, amivel kapcsolatban van egy ilyen erős érzelmi élmény, vagy egy jelenet, ami megfog, ami bennem marad, tehát így gondolkodás nélkül is beugrik, és ebben több ilyen is volt. Nem csak a finálé, hanem már közben is. Tehát például amikor egyik szereplő átváltozik valami másra, mert ez csak így szép csendesen, ilyen lírai jelen átváltozik. Igen, nekem is nagyon, még mai napig ég a retinámban. Hát van egy ilyen kevésbé szép jelenet, amikor egy ilyen lény különféle hangokat kiad. Igen, az igen. Elég para. Igen. Igen. Akkor Zoli, nálad mi a második helyzet? Hát, na, én ugyanígy dolgoztam, ahogy te, tehát ami ilyen erős érzelmi töltettel, és mai napig beugranak belőle képek is, az Örökség című film, amiről már szintén sokat beszéltünk, meg szerintem fenntartom, hogy még fogunk is, mert ez egy az utóbbi évek egyik legjobb horrorfilmje, és engem még a mai napig kísért. Úgyhogy úgy járok, mint Dénes, hogy nem merek majd lassan aludni a sötétben. Mindig fölnézem Egyébként még kim volt egy ideig a poszter a Moszkva téren, ahol járok, a Célkámen téren, bocsánat, a metróban, és mindig ott láttam ezt a fiatal lányt, és én mindig így beleborzoltam, úgyhogy most már lecserélték. De... Ja, azt hittem, megkísértett a gondot, hogy ellopod a poszter. Nem, azért nem feszegetek fel egy világító reklámát. Ágyad fölé fölteszed. Igen. Akkor András, jössz második helyen én tartunk, igen. Második hely egy Carlo Vivaris film lesz, ami ősszel szintén jön hozzánk. Ennél pontosabban nem tudom, hogy mikor. Ez pedig a Cold War című film. Ez Pavel Pavlikovszkinak, a lengyel rendezőnek a legújabb film. Ugye a legutóbbi filmje az Ida. Uh-huh. Az pár éve így körbejárta a fesztiválokat, és Oscarra is jelölték, és így a képi világ az nagyon hasonló, tehát aki azt látta, az így annak a folytatólagosságát tudja elképzelni, tehát ilyen fekete-fehér, nem is szélesvásznú, hanem a egy-egyes arányú tehát képarányról van szó, rengetegszer helyezi el a szereplőket a kép valamelyik sarkában, tehát sok ilyen negatív térrel dolgozik, nagyon-nagyon erős és szuggesztív hatású ők a képei, és ugyanúgy történelmi témát dolgozott. Az Ida az így a második világháborúnak az utóhatásairól szólt, uh-huh. egy apácának a történetén keresztül, ez pedig a kommunizmus évtizedeibe vezet minket, és így 85 perc alatt több évet ölel fel a történet, és így szerintem elképesztően jó a forgatókönyve. Tehát bennem abszolút az ilyen régi klasszikus 40-es, 50-es évekbeli melodrámákat idézte föl, a szerkesztésében is, hangulatában, stílusában, színészi játékában, uh-huh. és ahogy kiválasztották a színészeket, tehát a férfi főszereplő abszolút ilyen, nem tudom, ilyen William Holden, meg Gregory Peck arca van, simán vissza tudnám tenni bármelyik régi noárba. És igaz, egy szerelmi történetről van szó, és azt mutatja be a film, hogy így mennyire el tudja lehetetleníteni egy politikai helyzet két embernek a kapcsolatát, amiben persze aztán ők maguk is benne vannak. Nagyon szép film, nagyon érzelmes film, van egy zenei vonal benne, mert egy ilyen faluházi jellegű, népdalénekesi kiinduló pontról indul a film, és aztán abból egy kicsit ilyen propagandisztikus jellegű előadások lesznek, tehát hogy van egy ilyen zenei vonulat is a filmben, hogy a politika ezt hogy használja ki, ott találkozik a két főszereplő is. Tehát rengeteg énekbetét van a filmben, van egy konkrét dal, ami végigvonul több különböző verzióban, és így abszolút most is a fülemben cseng. Tényleg nagyon-nagyon szép, megható, megrázó filmről van szó, és nekem jobban is tetszett, mint az Ida. Szóval játszol-e?
Lengyelországban indul, tehát lengyel közegben, de aztán például Párizsban is vannak jelenetek, tehát Európa, sőt, más európai városokban is. Tehát nem csak időben tágítja ki a keretet, hanem térben is abszolút ad egy ilyen kis körképet ezen a két emberen keresztül. Ezt maximálisan tényleg csak ajánlani tudom mindenkinek, aki fogékony a ilyen jellegű művészfilmekre. Érdekes, hogy a rendező ugye angol nyelvű filmekkel kezdte, jól emlékszem. Igen, abszolút, és most elkezdett így a történelmi traumákkal foglalkozni, ez nagyon érdekes, és nagyon tetszik, amit csinál. Hát nekem sajnos már nincs újdonságom, úgyhogy a második helyen a Sosem voltál itt című film, amiről már egy ilyen beszéltünk, úgyhogy nem tudok róla újat mondani. Gondolkoztam esetleg az első helyre, ez kerüljön-e, vagy... Hát igen, te moziba láttad, tehát... Igen, tehát, hogy igazából nem pénzfeldobással döntöttem, de döntöttem volna akár úgy is. És akkor így sejtető is, hogy mi lesz majd nálad az első. Igen? Hát igen. Van egy tippem, de aztán meg kiderül, hogy általában. Nálad mi az első zaj? Hát ugye most akkor várod, hogy troll legyek és csaljak, és az Egy nyári kaland harmadik évadát idetegyem, csak hát sajnos bármennyire is imádom ezt a sorozatot, ezt a poén mátszer előttem. Dénes itt lenne biztos, hogy... Igen, a tiszteletbeli első helyet, de hát akkor, hogyha már mozi élményekről volt szó, ez sajnos szintén nem moziban láttam, viszont elképesztően nagy élmény volt nekem ez a Hullák a napon című francia film, aminek most nem mondom ki a francia címét, mert nem tudok franciául. Ezt ugye a Titanicon adták. De egyébként aki szemfüles, az így el tudja csípni. Sőt, a francia filmnapokon is játszották. Itt voltak a rendezők is. Igen, a Hélène Clatet és a Bruno Forzani nevű francia, Brüsszelben élő francia rendező házaspár. Olasz néve az egyik. Igen, akiknek már az előző filmjeik is izgalmasak, mert ilyen dzsallókat reprodukálnak, de ilyen elképesztő hitelességgel. Ez a Hullák a napon, ez viszont még ad neki egy csavart, és ilyen hát ez ilyen Eurocrime, vagy nem is tudom, milyennek a hivatalos megnevezés, ezek az európai ilyen krimi 70-es évek, 80-as évek, egy kis spagetti western is, és egy ilyen elképesztő... Nem kis spagetti western, hát sok. Nagy adag spagetti western, a francia rivérán, ilyen egészen elborult, baromi szórakoztató, száguldó tempójú film, amit azért raktam az első helyre, mert gondolkoztam, hogy mit néznék meg bármikor. És mondjuk az örökséget nem biztos, hogy így most így megkívülnék, de a Hullák a napon azt akár kezdhetjük is, úgyhogy ez döntött az elsőség. Nekem ez a futottak még kategóriában ott. Azért nem került fel végül, mert nekem túl tömény volt, tehát hogy nem voltam rá fölkészülve lelkileg, igen, és minden más. Igen, tehát tömény. De valószínűleg másodszor már, amikor tudom, hogy mire számít, csak akkor ez befogadható lesz, de első ez megölte. Én feltartom, hogy ebből lehetne kultfilm, tehát hogy így elindulhatna egy ilyen, hogyha még lennének ilyen midnight movie vetítések. Hát akkor... ezt megnézném a rooftop cinemába, akkor igen, mondjuk. Vagy a Bambe is beférne szerintem egy ilyen midnight madness kategóriában. És ez nem kellene különféle tudatmódosító, mert maga a film egy okkora trip. Igen, maga a film elég tudatmódosító. Igen. Akkor az első helyzettel, András? Na, hát én nem fogok túlságosan messzire merészkedni, mert hogy Midnight Movie-ról van szó, legalábbis én éjféli vetítésen láttam, horrorról van szó, és ez a Mandy című film, ez a Panos Cosmatosnak a filmje Nicolas Cage főszereplésével. Engem ez teljesen hazavágott ez a film, tehát tényleg így feltörölte velem a padlót, utána kiköpött, pedig nagyon érdekelt, nagyon vártam, de ugye úgy voltam vele, hogy majd beülök, ez pont ilyen levezetésnek tök jó lesz, elszórakozok rajta, vérborzalom, mentáltrip, tök jó lesz, és aztán nem számítottam, hogy érzelmileg is mennyire súlyos és mennyire erőteljes és átgondolt filmről van szó. Tényleg abszolút tudatmódosító hatású, tehát ilyen, olyan, mintha így belépnél egy metal zenekar lemezborítójába, és így ott élnél másfél órán keresztül. A sztori az tök egyszerű, és tényleg 10000-szer lehetett már látni nagyon hasonló, sőt, pont ugyanilyen történeteket is, de egyrészt a stílussal, amit belevittek, azzal, amit 80-as éveknek ilyen kollázsa, 80-as éves filmeknek a kollázsa, azzal abszolút eladják. Másrészt a Nicolas Cage-et annyira tökéletesen alkalmazzák, mint szerintem elmúlt 10 évben senki. Tehát, hogy pontosan tudják, hogy miért a Nicolas Cage kell erre a szerepre, és tudják, hogy mikor kell hagyni, hogy túljátsza, és hogy mikor lesz ettől nagyon őszinte és nagyon átélt az alakítása, és tudod hirtelen komolyan venni, amikor az előbb még röhögsz rajta. És nehéz beszélni róla, mert tényleg ez annyira primer érzékszervekre ható filmről van szó,
hogy ez tényleg egy ilyen klisé ezt mondani, hogy át kell élni ezt a filmet, de tényleg át kell élni. Én tényleg így megtérve jöttem ki erről a filmről, és így alig várom, ugyanaz, amit te mondtál az első helyzetről, hogy alig várom, hogy újra belebújjak ebbe a rettenetes világba, amit itt a vászonra festettek. Még egy dologot mindenképpen ki akarok emelni, a Johan Johanssonnak a nevét, ugye az a 10-15 szerző, aki idén hunyt el, Sicario csinálta a Blade Runner 2049-et, szerintem ez egy egyik legszebb zenéjét szerezte, egyik utolsó munkája is sajnos, az 70%-ot tett hozzá a filmhez pluszba, tehát nagyon-nagyon erőteljes hatású így, úgyhogy így nem is lelkendezek tovább, mert ezzel már csak elveszem inkább a hallgatóknak a kedvét a túlzott ajnározással, de én tényleg abszolút ilyen hittérítőként fogom mindenkinek reklámozni ezt a filmet, ami nem tudom, hogy jön-e hozzánk. Én nagyon-nagyon szeretném, hogy valaki bemerje vállalni, de... Hát szerintem ennek a filmnek már így kezd hype-ja lenni, tehát hogy drukkolok, hogy szeptemberben lesz az amerikai bemutató, mozi bemutató, hogyha akkor marad az, ami most a fesztiválokon ilyen nagy, a hype az megmarad, akkor én bízom benne, hogy ezért ez... Meg azért Nicolas Cage az talán valamennyire ilyen star power, vagy hogy mondják ezt, tehát hogy hátha. Hogyha írni kellett volna a listát egyébként, hogy mit várok a következő, nem tudom, 6 hónapban, akkor nekem ez lett volna az első, mert Nicolas Cage ripacsága, nem tudom meg ez az egész. Én csak amit így láttam, nem szoktam se előzetes nézni, se nem olvastam utána, csak nyilván áttörnek már ezek a... Igen. Ezek van a film vége felé egy olyan snitt, amiben nekem olyan alakítást nyújt, mint a Toni Collette a legnagyobb jeleneteiben az örökségben. Tehát egy nagyon hasonló pörőcsapás jellegű pillanatai vannak, úgyhogy... És vajon tudta, hogy őt erre használják, vagy Death Clancy? Én biztos vagyok benne. Tehát szerintem ez egy abszolút, én ezt egy abszolút kollaborációnak érzem. Nem érzek ebben a filmben ilyen értelmű kempet, hogy akkor most így kihasználjuk a Nicolas Cage-et, hanem én ezt abszolút tudatosnak érzem, hogy itt mindenki egy hullámhosszon volt. Én is nagyon várom, első helyen van nálam is, és hogyha nem hozzák be a magyar moziba, akkor valószínűleg megnézem majd CGS-be a ottani fesztiválon vetítik, ha jól tudom. Nagyon megkívánja a mozit. És ott nagyon örült a fesztivál közönség. Ez őt rajongalak minden egyes halálesetért a vászon, úgyhogy az biztos jó lesz. Hát akkor nálam az első az az örökség, úgyhogy nem tudtam újat mondani sajnos. Nagyon horror irányultságúak lettünk így az első helyen. Igen. Hát most nagyon aktuális a műfaj. Ja. Igen, szerintem. De mégis ez egy annyira dráma, mint amennyire horror, szerintem. Igen. Úgyhogy bármilyen horrort azért nem tennék ide. Igen. Csak most annyira tényleg egyre több általános szorongásunk van, amit ki lehet fejezni ezekkel, meg fel lehet oldani ezekkel a filmekkel, úgyhogy... Hát igen. Rímel a világra, szerintem. Ja, abszolút. Kicsit az is benne van, hogy ezt egy első filmes rendező csinálta, tehát hogy ez még egy plusz. Ezt tudni, hogy egy ilyen összetett, ilyennyire érett filmet csinál valaki, aki nem is tudom, talán még 30 sincsen. Igen. Ha esetleg még van, futottak még kategóriát, amit említenétek, lehet akár sorozat is. Én kihasználom ezt a lehetőséget, ugyanis én mondtam, hogy csalni akarok, és elfelejtettem csalni, azt történt. Na, milyen dolog ez? Ugyanis a 8. helyén én 2 filmet írtam fel, és véletlenül, hogy csak az egyiket mondtam. Ja, mekkora, hát a lelki ismereted az utolsó pillanatban megakadályozta. Igen, az Örökös Nők volt, ugye az a paraguayi film, igen, amiben ugye mondtam, hogy egy kvázi leszbikus szál van. Igen. És hogy ehhez nagyon jó passzolt van egy film, amit Udinében láttam, egy Fülöp-szigeteki film, aminek az a címe, hogy Csedeng and Apple, ez két nőt akar, egyik azt hiszem 63 éves, másik 66, és szintén egy ilyen történet, ugye azt hiszem az idősebb, talán 66 éves korában jut eszébe, hogy coming out olyan a családjának, előtte mellékesen megöli a férjét, mert hogy állandóan abuzálja a férje, és akkor azt hiszem megmérgezi, aztán még le is vágja a péniszét, amit magával visz, azt hiszem, vagy a fejét? Nem, a péniszét. Hát ahogy szokás, igen. Igen, a péniszét, és ugye hát ez egy komédia, azt elfelejtettem mondani. Igen. És egy ilyen önfelfedezés történet, tehát az, hogy 60 pluszosan is lehet ezt megcsinálni. És akkor átalakul egy ilyen road movie-val, nagyon vicces figurákkal. Viszik a pénisz mindenhova. Igen, tehát a reptéren is megpróbálják rá bevinni. Még ne próbált volna már meg péniszt átvinni a reptéren. És akkor ugye megy a bőrödbe a pénisz, és akkor átvilágítják, és nézzük, hogy mi az Isten az. Szóval, hogyha egy baromi vicces film, de közben meg azért vannak benne komoly részek is, tehát amikor az egyikük így megnyílik, és elmondja, hogy neki volt igazából egy nagy szerelme, nem tudom, 20 akárhány évesen, akivel úgy végülis megbánta, hogy nem közeledett hozzá, nem vallotta be neki, és akkor egy rádióban
mondja, hogy akkor, hogyha esetleg még hallja, és tudnának esetleg találkozni, és azért mindenképpen egy ilyen drámai találkozás, nem tudom, 40 évvel később, igen, amikor megöregedve találkoznak, és akkor így átérik ezt az élményt, hogy mi lett volna, ha. Szóval ez egy vicces film, de közben meg közben vannak benne komoly részek, úgyhogy ezt, aki be tudja valahogy szerezni, annak ajánlom nagyon, mert egyrészt Fülöp Sziget, aki filmet se lát minden nap az ember, igen, hát ja. Másrészt ez egy nagyon, nagyon szabad film, tehát hogy nem gondolná az ember, hogy abból a térségből ennyire felszabadult filmek jönnek. De mondhatok ti is még esetleg. Ja, hát nekem igazából többnyire olyanok voltak, amik elhangoztam, tehát a The Tale volt nálam is felírva, a Hereditary, akkor a Kutyák szigete szintén. Egy film, ami még nem hangzott, az a Revenge, ez a francia, francia horror, ami nekem nagyon kellemes meglepetés volt, és nagyon szórakoztató, de igazából így... Nekem az fölfélt van, csak ezt tavaly láttam a Szigetbe. Zoli? Hát én azt sem, hogy idén nem, nekem nem úszott be ilyen nagyon jó bűnös élvezet, mint tavaly az Űrvihar, ugye osztalom, hogy nagyon szerettem, tényleg elképesztően jól szórakoztam most. És a felhőkarcoló? A felhőkarcoló, az hát itt közelít hozzá, csak az a baj... Karcolta. Igen, karcolja ezt a határt, az a baj, hogy szinkronosan láttam, sajnos. Valószínűleg majd meg fogom nézni felirattal, mert szinkronosan is elképesztő dumák vannak benne, meg hát az, hogy egy ekkora darab ember légtornászt játszik, azt szerintem elképesztően vicces, tehát hogy így gondolom. Sokét hogy... még játszhatna szerintem, az még egy kihívás. Igen. Szemben. Igen, tehát hogy tényleg most már az lesz a következő, hogy igen, tehát hogy nem tudom, vagy egy zsokét, vagy majd vagy balettáncol. Vagy egy ilyen kasszafúró lesz, aki szűk helyeken fog mászkálni, mert az lenne még logikus. Tehát, hogy én nagyon jól szórakoztam rajta, csak hát igen, tehát hogy magas a léc, tehát hogy így ez nehéz műfaj, ez a bűnös élvezett akciófilm, ja, hogy igen. Pont jó legyen, és... Ne, de... Szerintem ez egy főhajtás volt a Die Hard előtt. Hát ez egy Die Hard versus Pokoli torony, megspékelve egy kis, nem is tudom... Nem mindegy, szóval igen, azon gondolkoztam, hogy ugye a Die Hardban a japán nagy tőke ejti fogjul a családot, itt meg a kínai nagy tőke, és közben a filmesek a kínai piacot célozzák be, tehát egy ilyen egész paradox viszony van a filmben. Igen, ezt külön lehetne elemezni, hogy ugye a Die Hardban azért ez a korporáció, ez nem, tehát aki üzemelteti, az egy japán cég, azt a Nakatomi Towert, az nem egy ilyen jóságos idő. Nem, itt meg viszont kiderül, hogy ez a égbe törő torony, a kitalálja a tervezője, az végülis egy jó ember. Tehát így van. Szóval nekem ez volt a fura a filmben, mert ugye nyilván ez a film szépen akar majd a kínai piacon kaszálni. Yeah. Tehát, hogy így, hát így tényleg ez a torony ejti fogjul a családot, de közben nagyon jó ember. És baromi biztonságos a torony, csak ugye azért hibás, hogy mert a terroristák kiiktatják a tűzvédelmi rendszer, de amúgy maga a Die Hard, tehát hogy így. Igen, hát a filmben van egy pár fura dolog, tehát ugye, hogy úgy mondjam, a levegőben lógnak a különböző sztori elemek, mert hogy így nem nagyon sikerül összefejezni, ezért szórakoztató. Nekem amúgy az ilyen ebben a tudom, hogy vacak, de mégis élveztem kategóriába a Pacific Rim 2 abszolút befért. Tehát, hogy én azt éreztem, főleg a film második felébe, hogy oké, most megkaptam egy Power Rangers filmet. Tudom, hogy volt egy Power Rangers film is, csak azt nem láttam, igen, de ez igen. Nekem abszolút azt adta. A kedvenc momentum az a filmből, amikor mutatják a sikoltozó tömeget, teszem Tokióban, vagy igen, Tokióban, igen. Hogy menekülnek, és így egy snittel később pedig bemondja a hírben mondó, hogy szerencsére mindenkit biztonságban helyeztünk, igen, a földalatti bunkerekbe, és akkor onnantól kezdve pedig a játékvárosba lehet hentelni robot ellen, meg szörny ellen, és igazából rajtam, hogy ennél többet én nem kívánok. Igen, nekem az, én szerettem a filmnek a második felét, mert tényleg ez volt, amit mondasz, az eleje nekem kicsit így unalmas volt, így az el kellett volt, szenvedni ezeket a plot. Amikor ott karaktert próbáltak építeni, igen, az nem volt olyan túl sikeres. Ja. De én nagyon vártam egyébként a Supercell a 2-t, de sajnos az annyira borzasztó, hogy ez fájdalmas volt. Tehát, mert én ott bíztam, mert Stallone mostanában ilyen viasz baba üzemmódban nagyon vicces tud lenni, de sajnos az csalódás volt. Hát a Purge, az jó lesz a következő. Igen, azt nagyon várom én is. No, nekem van még egy pár szín, hogyha már leírtam, akkor sorold. Hát, sorold. Például a Coming of Age kategóriában, vagy nyilván Lady Bird adja magát. Tehát azt tetszett jobban, és annak a pár darabja a Love, Simon, aminek az a magyarítás, hogy Simon. Tehát ez is nagyon értelmetlen. Szóval, hogy az azért nem került a listán, mert a vége felé nagyon elgicsesedik. De az utolsó 15 percet nem számít. Én nagyon szerettem azt a filmet, csak ez egy ilyen klasszikus feel good, ilyen supportív, vagy hogy mindenki ilyen támogató film, tehát hogy így nehéz komolyan venni. Tehát, hogy így annyira jó minden benne, meg a végén a happy end az annyira happy end, hogy... Hát azért nem került rá. Igen. Nekem is azért maradt le, pedig egyébként egy nagyon jó film. Hát maradva ezen a queer vonalon, a Robbie meg a lánya is említhető, van nekem az is tetszett, illetve maga a tény, hogy ez a rendező egy év alatt kihozott egy
két ilyen filmet, ugye a másik az Egy fantasztikus, ami megnyerte az Oscar, tehát hogy mind a kettőből. Mondjuk a kettő közt választani kell, akkor az Egy fantasztikus nő szerintem jó film. Akkor volt még egy görög film, a Piti, ami Piti, ami ezt a görög weird hullámot viszi tovább, tehát van egy férfi főszereplő, aki kómába esik a felesége, és nagyon rákap az önsajnáltatás ízére, és miután a felesége fölébred, utána is keresi az ingereket, és nagyon bizarr, elképesztően furcsa zenék vannak benne. Ez jól hangzik. Tehát hogy hívják a Dogtooth rendezőt, a Lantimos. Tehát ő valószínűleg ezt aprúvolná ezt a filmet, tehát ezt akár ő is rendezhette volna. Én Tonyát felírtam, még ugye az nyilván olyan, mint hogyha már egy éve mutatták volna be, de ez is az idei. Az idei film, de tényleg. A Game Night-os szintén, illetve a The Outlaws című filmet ajánlom még, aki tudja keresni, az egy koreai gangster filmszerűség, bár rendőrök a főszereplői, vicces is, akció is van benne, thrillerem is van benne, tehát ilyen klasszikus koreai film, ami a műfajokat szépen ötvözi, úgyhogy aki szereti az ilyesmit, annak ajánlom nagyon. Hogy még mondok kettőt, az egyik a November című észt film, ami egy ilyen egészen fura. Nekem így a sztori maga szétesett, de olyan szép képek vannak bennem, ilyen, néha ilyen egészen fura, szürreális dolgok történnek, egy ilyen, gyakorlatilag ilyen népmese, vagy ilyen babona. És ez inkább így a látványban izgalmas, meg hát az észt a rokonaink, úgyhogy vannak ezekben a népmesei elemek ismerősek lehetnek, igen, a Vasorúbában, meg a nem tudom. A másik meg a Sweet Country című film, az azt hiszem volt a Titanicon, ha jól emlékszem. Vagy... Meg be is mutatták. Be is mutatták. Rendesen. Az ausztrálok most nagyon érzik a West End, lehet, hogy ez az utolsó ilyen frontier hely, meg ugye ez a film az aboriginálok helyzetével is foglalkozik. Néha én egy kicsit lassúnak éreztem, tehát ezért nem raktam fel. És talán így nagyon szépek a képek, még nagyon gyönyörű a táj, csak maga a sztori néhol nekem egy kicsit így akadozott. De ajánlom mindenkinek, főleg aki szereti a West End. Jó, akkor ennyi volt. Szerintem igen, most nem teszem be. Elkezdtem még sorozatokról is beszélni, de akkor már 4 órás adásunk van, úgyhogy szerintem itt tegyünk pontot. Hát sorozatokról talán az év végén, amikor utolérik magunkat. Tehát most én úgy vagyok vele, hogy... Sajnos én is el vagyok maradva, úgyhogy... Tehát, hogy a megnézendők listája az nálam egy ilyen kötelt vastagság lassan. Igen, ráadásul sorozatokat csak rosszabb lesz. Már lehetetlen követni, tehát annyi készül, meg annyi izgalmas, hogy... Igen. Jó, akkor köszönjük szépen a figyelmet, esetleg jöhetnek kommentben is saját listák. De ha valaki tud olyat, amit nem láttunk, és kellett volna, akkor azt írja meg. Persze, nyugodtan. Meg hát várjuk a iTunes-on az értékeléseket, SoundCloud-on, Mixcloud-on követtettek bennünket. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!